No, elvileg megy az élő, ugye? Most még korán kezdtem, úgyhogy még nem kezdek el komoly dolgokról beszélni. Most nézem közben, majd le fogom tenni ezt, a telefonnal veszem föl, le fogom ezt tenni. A gépen, hogy jobban lássam a chatet, gépen is elindítom. Aha. Letoltam ott a hangot, és most akkor integessen, vagy nyomjon egy pöttyöt, vagy lájkot, vagy valamit, aki itt van. Ambi itt van, szia Ambi! Attila is itt van, na, itt vagytok, jó? De addig csak köszöngetek, amíg nem jön el a 19:30, tehát nem akarom most, hogy múltkor későn kezdtem, most nem akarom korán kezdeni, hogy lemaradjanak emberek. Ide nézzetek, milyen ruhába vagyok. Majd ezt elmondom, hogy miért. Laci, Dávid, Bombardier, Traxia. Jó a pólóm, igen, jó a pólóm. Majd mindjárt kiderül, hogy miért. A hang az jó egyébként, hogy mennyire kell kiabálnom. Ezt jelezzétek már, léci. Fényben egy kicsit, mintha kevesek volnánk. Nem? Nem tudom, ti hogy látjátok. Ja, mávos a póló, igen. Tökéletes a hang is, meg a kép is. Na hát akkor ez lesz a megoldás, gyerekik, hogy amíg nem lesz erősebb gépem, addig nem szenvedek itt a gépen OBS meg izé, hanem akkor telóról fogom tolni. Ugye ezt tegnap nem tudom a bebasz live-ba, hogy mennyire mondtam el, vagy mennyire voltam szalonképes, hogy ezt el tudjam mondani. Ugye most ez van, hogy a telefonom erősebb, mint a gépem, tehát most éppen ezért telefonról toljuk a dolgot. A szemüvegem az jól tükröződik. Jó a minőség. Na, ennek örülök. Ennek örülök. Remélem a tartalom is ilyen jó lesz, még csak 29 van, úgyhogy még nem vágunk bele. Na, tegnap Adanival voltunk egy kicsit kocsmázni, és állítólag jól sikerült. Én még nem néztem vissza azt a tegnapi spontán live-ot, nem tudom ide tenni, bocs, hogy közben itt pakolászok, mert a chatfal miatt be van kapcsolva a számítógép. Hello, Drusám! No, szóval a chatfal miatt be van a számítógép is kapcsolva. Egy dolgot elfelejtettem, hogy hát ugye sörámboxing, de már nem lesz sörámboxing, mert véletlenül az előbb kinyitottam. Mert itt volt az asztalon, és akkor itt tettem, vettem, és egyszer csak cusz, az kész. Kinyílt a sör magától, vagy hát tőlem, tehát, de amúgy meg tegezzetek, vagy nem tudom, most ezt magammal beszélem, meg nem tudom, na mindegy. Korábbi kezdés azért, hogy ne késsek, és akkor most 19:30 van, most már elkezdtük időben a live-ot. Eddig érdemi dolgokról ezért nem beszéltem, csak mindenkinek köszöngettem. Most nézzétek el, ha nem köszönök mindenkinek külön-külön. Úgyhogy elkezdjük a témát azzal, hogy miért a Bence is most live-ol? Hát akkor döntsétek el, hogy kit nézzetek. Hát most nem látom, hogy hányan vagyunk, tizen vagyunk. Hát kevesebben vagyunk, mint amikor a Bence nem live volt, tehát ez így véletlen összejött. Hát nem tudom, a Bencének milyen hosszú lesz a live-ja. Lehet, hogy mindjárt egy másik ablakban megnyitom. De csak mondjuk hallani nem fogom, mert ugye én most levettem a hangot, hogy ne gerjedjen föl. Az az igazság, hogy ugye nem beszéltünk össze, és így nem, meg én nem is figyeltem most ma a YouTube-ot. Gondoljátok, akkor nézzétek a Bencét, mert ő leszokta szedni a live-okat, én pedig fent hagyom egyelőre. Bár a tegnapit azt lehet, hogy leveszem, majd még vissza kell nézni, hogy vállalható-e, mert itt kaptam olyan visszajelzéseket, hogy egy kicsit bebaszós volt, és ha úgy érzem, hogy nem vállalható, akkor leveszem. Mindjárt rákeresek itt Bencére. Azt mondja, hogy Kuhár Bence. Na, ezt már hamar kidobja nekem, mert sokat nézem az ő dolgait. Ugye? Mivel, hogy sok a hasonló
témánk, meg egyebek, tehát vannak közös dolgok. De nem, nincs itt live. Itt közben írtátok, hogy csak most tette ki a videót, hát viszont a videót azt meg lehet később is nézni, a live, mondjuk az én live-omat is meg lehet később is nézni, tehát ezt rátok bízom akkor. Na, szóval elmondom akkor még egyszer, hogy telóval toljuk, azért toljuk telóval, mert a teló erősebb, mint a számítógépen, így nincsenek technikai problémák. Elvileg én most rákérdeztem a tegnapi beszélgetés után, még rákérdeztem Adanitól, aki ugye tudjátok, hogy informatikus, tehát otthon van ezekben a dolgokban, hogy telóval mi a korlátja, és nincs időkorlát, az akkumulátor az időkorlát, én viszont feltettem töltőre a telefont, tehát elméletileg végtelenségig lehetne live-olni, a terv az, hogy egy fél óra lesz, és aztán majd rajtatok múlik, hogy esetleg hosszabbítunk-e vagy nem. Azért nagyon ne akarjatok kihajtani, mert elég fáradt vagyok, tehát én azt mondom, hogy elég a fél óra, de majd meglátjuk, hogy mi lesz a vége, meg hogy esetleg, ha bele gyorsulok, vagy bele, hogy mondjam, belejövök, akkor lehet, hogy szívesen folytatom. Ambi kérdezett egy hosszabbat, hogy szoktak-e nálam lenni trollok? Hogy nézés előtt Ambihoz bedislike-oltak. Én megmondom Ambi őszintén, hogy szoktak lenni, olyan 1-2 dislike szokott lenni egy átlagos videón, maximum, 0 és 2 között, átlagban 1, és megmondom őszintén, hogy nem foglalkozom vele, azért nem foglalkozom vele, mert ez teljesen természetes, hogy egy akármilyen ártatlan videóval is előfordulhat, hogy valakinek nem tetszik, és igen, a dislike funkciónak az a lényege, hogy a nem tetszését az ember ki tudja fejezni. Én megmondom őszintén, hogy főleg amióta videózok, azóta ritkán diszlájkolok, mert de igazából a nézőnek nem dolga az, hogy a videósnak a lelki világára tekintettel legyen. Ha van egy véleménynyilvánítási lehetőség, azt az ember kinyilvánítja. Nem feltétlenül trollkodásból. Én tudom, hogy nekem volt olyan, hogy trollkodásból diszlájkolt be olyan, akitől nem is számítottam volna rá, hogy diszlájkolni fog, meg hogy direkt, meg hogy szivatásból trollkodom, mert olyan ember, aki közel áll hozzám, de megtörtént, és nem sértődtem meg rajta. Tehát én szerintem ezt nem kell mellre szívni, ez egy jelzés. Ha sok a dislike, az fontos jelzés lehet, de ilyen videónként egy-egy dislike, az szerintem teljesen természetes. Még akár ilyen kis videósoknál is, mint mi vagyunk, ahol relatíve másokhoz képest kevés a feliratkozó. Tehát arányaiban, ha nem sok a dislike, azért szerintem nem kell megsértődni, mert mondom, ennek sima oka is lehet. Tehát valakiből mondjuk egy téma olyan dolgot vált ki, mondjuk, ami egy rossz élmény, és az diszlájkolhat, vagy nem tudom. Tehát nem biztos, hogy a személyed, egyrészt nem is személyes, hanem a videót diszlájkoljuk, de hogy azon belül mit, a témát, mert a téma nem tetszik, amúgy jól föl van dolgozva, de nem tetszik a téma. Vagy a téma jó, de a feldolgozást, vagy akármi, tehát ezek millió egy változata lehet, és hogyha ez ilyen egy-egy dislike videónként, az szerintem ezen nem kellene fönnakadni. Tudom, hogy sok videós fennakad rajta, én nem. Én mondom, akkor akadtam fönn, amikor egy hozzám közel álló személy diszlájkolt rendszeresen, tehát tudtam, hogy ki, de amúgy ezt leszámítva, de ez egy személyes kérdés, ezt leszámítva én soha nem akadok fenn ezen, hogy diszlájkolnak. Sőt, volt egy ilyen trollkodásom, hogy úgy hirdettem be az egyik régi videómat, amin egyébként alig lehet hallani, hogy mit mondok, azt hiszem a nulla feliratkozós videót, hogy úgy hirdettem be valamilyen videós csoportba, hogy diszlájkoljátok, és kaptam 300 valahány diszlájkot, tehát vagy nem tudom, hogy annyian nézték meg, mert akkor még nagyon alacsony volt, tehát ilyen jó, ha 10-20 ember megnézte akkoriban a videóimat, nagyon alacsony volt a nézettség, akkor, vagy annyian nézték meg, és nagyon sokan diszlájkolták, ezt nem tudom, ezt most vissza tudnám keresni, de nem akarom vele húzni az időt. Ha akarjátok, ti is megnézhetitek.
Úgyhogy nem csinálnék én ebből nagy ügyet, ebből a dislike kérdésről. Hallottam-e róla, hogy elindult a hét kerepes felé? Igen, ez múltkor is téma volt, a múltkori live-on, már nem a tegnapiban, hanem a Csüsz Laci, sajnálom, hogy nem tudsz maradni, de majd máskor visszanézhető lesz a videó, illetve hát telón is tudunk beszélni, vagy ilyesmi, meg ugye személyes találkozóról is szó van. Na, igen, hallottam róla a hévről, hogy elindult kerepes felé, és vannak is videós kollégák, akik hívnak, hogy menjek velük hévet videózni. Ugye ez a kerepesi ez csak hétköznap délelőtt van, úgy tudom, tehát meg a csömöri dezirózás az meg csak hétköznap csúcsidőben, tehát nagyon korlátozott, hogy én mikor tudnék kimenni, hát Szabit nem fogok ezért kivenni, ugye délutáni csúcsidő az beleférne, de csak pénteken, mert ugye este meg már mire kiérek, tehát normál hétköznap az ezért, pénteken beleférne, de most például most pénteken nem érek rá, és én úgy vagyok vele, hogy már többen megcsináltátok ezt a dolgot videóban, tehát nagyon jó videók készültek róla, most ugyanabból, hogy én beálljak 8-nak, vagy 10-nek, vagy 20-nak, hogy én is megcsináljam, tehát annyira nem tartom nagy témának. Érdekesség, tehát tényleg érdekesség, de nem gondolom, hogy oda ki kéne mennem. Tehát, nem, tehát ez is oka annak, hogy nem töröm magam azért, hogy oda elmenjek. Szerintem lesz rá alkalom, hogy én ezzel találkozni fogok, olyan ügyből kifolyólag, hogy mondjuk más miatt oda megyek videózni, és akkor persze, hogy felveszem, de csak ezért nem. Igen, a suli miatt se jó, így van, vízivirág, szia, nem fogok mindenkinek beköszönni, ha úgy van, tehát hogyha megy a téma, de tehát az, akinek nem köszönök be, külön ne vegye zokon, az elején is beköszöntem most is, és mindenkinek sziasztok, általános sziasztok, hogyha akinek még nem köszöntem külön. Úgyhogy nekem se jó a hivatali munkarend miatt, majd meglátjuk. Hát igen, a suli miatti nyáron ki tudtok menni, ugye ez sokáig fog tartani, ha minden igaz, 10 hónapig. Engem annyira nem hat meg, én nem vonzódom annyira a hévhez se, meg a dezíróhoz se, hogy sokat oda járjak, meg hogy ezt a kombót külön megnézzem. Úgyhogy egyelőre ez most nálam nem lesz téma így külön. Hát itt, ha beszélgetünk róla live-ba, úgy persze. Igen, a mávos póló, rákérdeztetek, Magyar Vasutak, szia! Mávos póló van rajtam, éppen ezért, hogyha beesik esetleg Adani, hogy ez-e az a mávos póló, amiről Adani beszélt, mert nekem ugye van ilyen mávos póló, a Mávnál dolgoztam, de én nem kaptam ilyet hivatalból, mert nem voltam bakter hivatalból, csak helyettesítésbe, tehát ki kellett ugrani valaki helyett a toronyba, de ugye szereztem be ott a vasútnál ilyet, és Adani azt mondta, hogy ez ilyen, azt hiszem ő mondta, ugye, hogy ez ilyen hú de rossz, meg műszálas, meg ezért, hát nem tudom, hogy milyen az anyaga, én nagyon jól el voltam benne, és kényelmes, tehát mondjuk az akkori vasutas ingekhez képest, amiket akkoriban osztottak, ugye mi inget kaptunk, meg zakót, meg mellényt, meg ilyeneket, ahhoz képest ez nagyon kényelmes volt, én szerettem hordani, és szolgáltatóként is hordtam, hogyha ha éppen olyan volt a szitu, hogy hát például Szaros Tétényben, már bocsánat, hogy így hívom, de hát így hívtuk Nagy Tétényt, ott most annyira nem volt izé, hogy nem annyira látványos helyen volt az ember, tehát alig valós, el voltunk ott dugva, egy kis forgalmú állomás, már vonatforgalom volt, de utasforgalom alig, és így ott például sokszor ebbe mentem, de mit tudom én, tehát úgy nem kellett, hogy úgy megjelenjek, meg úgy nem is vették annyira komolyan, hogy abba az egyenruhába jelenjek, meg abba úgymond öltönyösbe. No. Igen, itt Richard Drusszám is azt mondja, aki amúgy vasutas, hogy ő is ezt a pólót szereti. Tehát nem tudom, hogy majd Adani, ha esetleg
esik, akkor hogy bekommentelje, hogy erre a pólóra gondolt-e, vagy valami másra. Úgyhogy csak ebből az alkalomból vettem fel ezt a pólót, de most már ebben leszek. Tehát ez kényelmes, az így jó, azt most kigombolok egy gombot, így még kényelmesebb. Úgyhogy szerintem kényelmes, én szerettem, meg szerettem ezt a pólót. Nyilván most nem hordom, mert nem vagyok vasutas, és most minek járjak vasutas ruhába, tehát... tehát nem hordom, de most így erre a live-ra fölvettem, ha már előkerült. No, viszont több mint 10 perce megy a live, és még nem beszéltünk a témákról, tehát így nagyon el fog húzódni. Így most akkor elmondom, hogy én mikre gondoltam, aztán ti dobhattok fel más dolgokat. Ugye a 80-át kibeszéltük múltkor, de ha van friss tapasztalat ugye a gyakorlati részéről, akkor azt mondjátok, írjátok, kommenteljétek. Ami múltkor kimaradt meg a live, hogy rossz minőségű volt ugye a kép, aztán már a hang is, meg akadozott, meg ilyenek, ugye a gép miatt, az a Budapest-Belgrád vasútvonalról szerettünk volna még beszélgetni, és nem került rá sor, úgyhogy én erre gondoltam, hogy akkor erről azért ejtsünk pár szót, és mert ugye voltak hírek ezzel kapcsolatban, aztán van egy másik nagy téma, ami itt a csatornán téma, ezek a donation-ök, ugye, hát nem tudom, egy kicsit a trashre jön a donation, de ettől én nem akarok elmenni trash irányba, és ugye arra gondoltam, hogy amit ti meg is szavaztatok, illetve szavaztatok róla, már legalábbis 73-an szavaztak arról, hogyha jön donation, azt mire fordítsuk, és majd ez is egy téma lesz, mert én egy kicsit ilyen közösségi témára gondoltam, tehát nem feltétlenül arra, hogy eligyam, meg nem feltétlenül arra, hogy leállítsam a donation-t, mert ebbe így látok ilyen szempontból fantáziát. Akkor egy kicsit itt fölírtam magamnak, hogy arra kíváncsi leszek, hogy a kazak videómról mi a véleményetek, mert ez egy kicsit bulvárosra sikeredett, bár szerintem vicces, meg itt többektől azt a visszajelzést kaptam, hogy az, de... Hú, nem mondom be a nevedet, de aki akarja, láthatja, tehát... úgyhogy ez az egyik, hogy mennyire... Hát így a bulvár, mint általában, tehát erről, ha van kedvünk, beszélgetünk. Nekem van róla elég markáns véleményem. És végül egy ilyen kis YouTube-os téma, hogy... Aha, mi az élet értelme? Na, ez is egy jó téma. Erről hajnalig lehetne beszélgetni. De egyébként én most rövidre zárom azzal, hogy 42. Itt már valaki megírta még a kérdés előtt, tehát ezt azt hiszem rövidre zárhatjuk, de ha komoly a kérdés, akkor akár foglalkozhatunk erről, ezzel is a későbbiekben. És a YouTube-ról, a felhasználói élményről, hogy... Hát majd ki fogom fejteni, hogy arról is van egy elég markáns véleményem. Egész más a véleményem a YouTube-ról, mint hirtelen akartam mondani. Na, a YouTube-ról, mint úgymond alkotó önkifejező eszközről, meg egész más, mint szórakoztató, meg mint felhasználóként, tehát mint nézőként egész más a véleményem róla. És hogy nem tudom, hogy ti ezzel hogy vagytok. No, kezdjünk a vasúttal, de először visszanézem egy kicsit a hozzászólásokat. Donation az nem támogatás magyarul, de igen, az támogatás. Életértelmére már reagáltam. Richard azt írja, Druszám, hogy... elég korrektül megy a pótlás, mert hogy utazott Mezőkövesdre. Úgyhogy... Hogy tágra van szabva a menetrend, és akkor sokszor a busz még előbb is beér. Aha, hát az mondjuk nem baj.
Na, mint a tervezetnél. Aztán Attila azt írja, hogy Ivo Andrics Újvidékig fog járni 2022-ig, mert hogy ott menni fog a felújítás. És én úgy tudom egyébként, Attila, hogy egyáltalán nem is kell útlevél Szerbiába, tehát személyivel lehet menni, de lehet, hogy van korlátozás, hogy csak az új, tehát hogy most melyik verziójú személyivel. Ezt amúgy azt hiszem a külügyminisztérium honlapján ezeket meg lehet nézni, hogy hova, hogy lehet utazni. Ott vannak ilyen tanácsok, ilyen utazási tanácsok, ott le van a konzulátus írva, hogy hol van, hol nincs, meg ezek, hogy hova, hogyan lehet utazni. Tehát ezt szerintem érdemes ott megnézni. Mondom, oda úgy tudom, hogy elég Szerbiába a személyi. Hallottam-e a Nosika botrányról? Nem az volt valami pedofil botrány? Mert ha igen, akkor félfüllel hallottam róla, de nem ismerem a részleteket. Egyszer megnéztem róla egy videót, abból se sok minden derült ki. Én meg, hogy ezeket a botrány ügyeket kövessem, erre nekem nincs kapacitásom. Tehát nekem egész más itt a YouTube-on a funkcióm, vagy nem is tudom, hogy mondjam, tehát egész más dolgokkal foglalkozom, meg az életben is, tehát ugyanúgy, hogy a Gyászkeret televízióban, ahogy a Bartos mondaná, azt nem is nézem, a Gyászkeret tévét, de ha véletlenül nézem, akkor se ezeket a bulvár műsorokat, meg újságban se, neten se ilyeneket olvasok, úgyhogy nem nagyon tudok ezekhez hozzászólni, megmondom őszintén. A útlevél csináltatáshoz itt írja Vízivirág, hogy személyi lakcím kell. Hát valamilyen szinten az embernek ugye a kormányablakban, most már nem okmányirodának hívják, igazolnia kell magát, hogy ő az, és utána nyilván elkészítik a dokumentumot, ez esetben az útlevelet, tehát ugye az alanyi jogon kérhető, tehát ennyi, nem hiszem, hogy sok minden kell hozzá. Hát, hogy most ott mit fogadnak el? Hát szerintem a személyi lakcímkártya a legjobb, ami ugye ez egy ilyen általános személyi azonosító okmány. Na, igen, én is úgy tudom, hogy valamilyen 7500 körülbelül ennyibe kerül 5 évre. Azt hiszem 7500 évre és 14000 10 évre, nem tudom. Nekem, én nagyon rég csináltattam meg, kb. 5 éve és 10 évre, tehát most nem tudom, hogy működik. De valami ilyesmi van. Pattogatott kukorica, az finom. Én most nem hozok, mert még kortyolni csak tudok live közben, de azért rákcsálni az nem olyan szerencsés. Hogy hosszabb lesz, mint az összes bosszú állók film. Hát, soha nem lehet tudni. Zsolt, mozi jegygyűjteményem nincs. A régi jegygyűjteményemben egy-két mozi jegy volt, meg talán itt-ott kallódik egy-két mozi jegy, mert esetleg téged érdekel ilyesmi? Mert ha találok ilyet, akkor én szívesen átadom. Tehát én a mozi jegyeket igazából nem gyűjtöm. Ambi azt írja, hogy egyszer Londonba felejtett el útlevelet vinni. Nem tudom, most Londonban, hát az EU-s ország most még, Nagy-Britannia, nem tudom, hogy oda kell egyáltalán útlevél. De hát biztos lehetnek ilyenből kalamajkák. Ezt majd egyszer elmeséled, nem tudom, hogy mondjuk live-olni téged még nem láttalak, vagy rosszul emlékszem, de majd, hogyha más nem személyesen, nem tudom. Na, itt Attila azt írja, hogy egy tatabányi ismerősnek van mávos póló, sapka, hátizsák, vonatos iránytáblák. Hát igen, ki mit gyűjt, tehát vannak ilyen gyűjtemények. Régen én is mindent gyűjtöttem, ami vasúttal meg közlekedéssel kapcsolatos, aztán rájöttem, hogy ez nem annyira szerencsés, mert most úgy nem a vasúti gyűjtemény miatt, mert abból már alábbattam, de annyi minden van itt a lakásban, hogy belefulladok a kacatba, úgyhogy ezért, amit elfelejtettem a témákban mondani, hogy lesz kacatolás is,
Itt Attila, aki ugye Angliában él, vagyis hát Nagy-Britanniában, azt írja, hogy elvileg elég a személyi, de lehetnek kekec határőrök. Tehát én is úgy voltam vele, hogy például Ausztriába is, amikor mentem, tudom, hogy nem kell útlevél, de azért mindig ott volt a táskában. Ha van valami, az útlevél, az tuti mindenhova jó. Hát nyilván úgy, hogy ahova a vízum is kell, oda nem jó önmagába, de amúgy igen. Megjött Gumimaci is. Most nem akarok énekelni, mert eszembe jutott róla a Gumimaci dal, hogy itt van a Gumimaci, tarárárírárírá. Nem tudom, hogy ezt ismeritek-e, meg megvan-e. Én ezt nagyon, ezért, nagyon lájkolom mostanában, már nagyon nagy trash, úgyhogy ez úgyhogy nagyon jó. A kollégáimat ilyesmivel kiszoktam égetni, hogy ilyen dolgok eszembe jutnak, ez vagy valami más ilyen korábbi úgymond sláger. És akkor belemászik a fülembe, és előadom bent, hát nem mindig lájkolják. Na. Itt Attila a Brexitről elmélkedik. Aha. Hát most igen, a Brexitbe nem akarok belemenni. A Attila, a másik Attila azt írja, hogy ez angliai kisokos, jó. Zsolt azt kérdezi, hogy várom-e a Mortal Kombat 11-et? Hát megmondom őszintén, Zsolt, hogy nem várom. Tehát nekem a régen a kissógorom játszott ezzel a Mortal Kombattal, nekem ez a játék ez nem jött be, tehát ez nem az én világom. Tehát az egy ilyen, én úgy emlékszem, hogy ez egy ilyen agresszív, verekedős játék volt, ilyen ölni kell egymást, meg kitaposni egymást belét. Nekem ez, azt hiszem játszottam vele egy-kettőt, de nem jött be, megmondom őszintén. Nekem keveset is játszok, de ami bejön, azok az ilyen stratégiai jellegű, a vonatos játékok. Van egy-két ilyen régi dolog, amit imádok, de hát nagyon ritkán játszok vele, mint például a Tetris, vagy abból a legjobban a gépes Tetris bírom, ami külön kvarcjátékon van. Mondjuk akkor már nem hívták kvarcjátéknak, csak simán Tetris játéknak, de azt bírom a legjobban, így a számítógépes változatok, amik most elérhetőek, azok nem az igaziak. Még a régi Windows 3.1-eshez, most direkt basztam el, ahhoz, ami volt, ugye gyárilag, azt szerettem, az a színes nem kis Tetris, meg ilyeneket, meg a Pac-Man, meg ezek, amiket szeretek, meg ütlen, puzzle, meg ilyenek, de ritkán játszom, nem nagyon van rá időm, meg kapacitásom, meg ha van időm, akkor inkább videót nézek, vagy filmeket, vagy ilyesmit. Szia, Metro nevű kollega, vagy igen, mi a véleményem az új dezirós hévjáratról? Hát volt már erről szó ma, nem pont erről szeretnék beszélni, hát különösebb véleményem nincs róla, ez így alakult, ez így praktikus volt, így tudták megoldani. Nyilván a két rész közötti napközbeni forgalomban egy ilyen kicsit kísérlet, hogy mennyire tetszik a népnek, mennyire szoknak rá, gondolom ez lehet, hogy akkor foglalkoztatják azt a kocsit napközben is, nem megy be a kocsi színbe. Úgyhogy gondolom erről szólhat a dolog, bár ez csak tipp. Persze ki kell próbálni, ez egy jó alkalom erre, hogy most a vágányzár miatt ott a Deziro. És talán Deziroval még sikeresebb is lesz, mint BZ-vel. Meglátjuk. Hát nyilván egyelőre nem nagyon utaznak rajta, azért, mert hát ezen az útvonalon nagyon régóta nem volt közlekedés, és ugye az emberek más módon oldották meg az ilyen irányú közlekedési igényeiket, tehát akár egyéni közlekedéssel, gépkocsival, vagy bármivel, vagy kerülővel, tehát meg kell szokják az emberek, hogy ez a lehetőség van. És nyilván, ha hosszú távon lesz ez a lehetőség, meg egy jó kínálat lesz, nem csak ez a délelőtt néhány kanyar, valószínűleg akkor lesz ennek egy komoly, hát hogy milyen komoly, azt nem tudhatjuk, de egy ennél komolyabb utasforgalma. Hát, Richard, így áll egy sört.
sziszentsél egyet, ha megkívántad. Igen, Bad Wolf Attila azt írja, hogy hát senki nem tudja, hogy mi lesz Angliában, egyébként kíváncsian várjuk. Hát szerintem az egész világ közvéleménye, akit egyáltalán kicsit is érdekel a világpolitika, az kíváncsian várja, hogy mi lesz ezzel a Brexittel. Ugye már nincs nagyon távol a dolog. Bebaszós live valószínű, hogy előbb-utóbb lesz, a mai nem tervezem annak. Egyébként tegnap volt, és a tegnapi, ugye, ezt aki nem hallotta, annak mondom, hogy még nem, még vissza kell néznem, hogy hosszú távon fennmarad-e, úgyhogy aki úgy gondolja, az nézze meg, vagy mentse le magának, vagy ilyenek. Tehát az még nem biztos, hogy fennmarad, mert nem tudom, hogy mennyire vállalható. Jaj, szénatéri burgerből jelentkezik Zoli. Szia, Zoli! Jó étvágyat kívánok én is neked. Na, már jön a mesterezés, Attila, ne csináld. Na, viszont fél órája megy a live, tehát és már ilyen maratonivá kezd válni, és még nem mentünk bele a témáinkba. Próbálom. Ja, csak nehéz ezt így, mert nincs ilyen rendes tartó. A laptophoz támasztottam neki a telót. Na, a témák. A belgrádi vasútvonalra áttérünk, ha jó ez nektek. Illetve hát én áttérek, és aztán ha azt látom, hogy nektek nem jó, akkor úgy is jelzitek, és akkor lezárom a témát, mint múltkor például az egyik témát kihagytuk, mert nem mutattatok rá érdeklődést, tehát azért a live-ban pont ez a jó, hogy interaktív, és tudok reagálni arra, amit ti, hát ugye a chatfalon tudtok írni. Úgyhogy egy kicsit így ez az előnye az élőnek, és ezért csinálom szívesen, hogy kvázi találkozunk, ha csak így a éteren keresztül is, de ez már egy kicsit ilyen közvetlenebb kapcsolat. No, tehát a belgrádi vasútvonalról nem tudom, olvastátok-e, biztos olvastátok, hogy új elképzelések vannak. Ugye elindult az az elképzelés, a kínaiak erőltetik, nekik egy ilyen alternatív útirány a Pireuszi kikötőn keresztül Közép-Európában, ugye Belgrádon, tehát majdnem Jugoszláviát mondtam, ugye már rég nem úgy hívják, Szerbián keresztül, és ők ebben látnak üzletet, és nekik érdekük, hogy ez kiépüljön. Az vitatható, akár közgazdaságilag, akár vasútszakmailag, hogy nekünk ez mennyire érdekünk. Minden esetre a döntés megszületett, hogy ez a kapcsolat létrejöjjön, és azért ez vasútbarát szemmel sem egy olyan utolsó dolog, hogy megújul egy vasútvonal, csak hát ugye a körülmények, itt az eredeti legelső számítások szerint a magyar belföldi szakaszt ugye 450 milliárd forintra taksálták, aztán mikor így közelebb értek az előkészítéshez, akkor már ilyen 700 milliárd fölötti összegekről volt szó, ugye mindez kínai hitelből, egy 160 km/h kétvágányú vasúti pálya épült volna, és ugye ez a magyar szakaszra vonatkozik ez a költség. Ugye itt elhangzott már itt a chatfalon, hogy valószínűleg a szerbek el is kezdik ezt a felújítást, mert ugye ez részben majd, amire áttérünk az alternatív útvonalra, részben annak is lehet a része. Úgyhogy ez egy sokak szerint erősen túlárazottnak tűnő dolog. Hát én mindig azt mondom az ilyenekre, a felcsúti kisvasútra is azt mondtam, hogy a műszaki tartalomtól függ, hogy valami túlárazott vagy nem, egyrészt. A másik meg az, hogy azt a az meg egy már egy koncepciózus kérdés, hogy azt a műszaki tartalmat azon a helyen, vagy azon a vonalon érdemes-e megépíteni és fenntartani, hogy hosszú távon fenntartható-e, tehát hogy társadalmilag ez szükséges és hasznos-e, ez mindig egy ilyen nehéz koncepciózus, és igazából már politikai, nem is csak közlekedéspolitikai, hanem akár gazdaságpolitikai, meg
fejlesztés politikai kérdés is, és ezekre az aspektusokra én nem nagyon kívánok reagálni most, nem vagyok abban a helyzetben, hogy ilyenre reagáljak. És igen, itt Ambi is írja, hogy Szeged-Szabadka közötti vasút ott említi, és erre akarok áttérni, mert ugye most a kínaiak bedobták ezt az alternatív megoldást, meg nem tudom, hogy a magyar döntéshozók szempontjából is úgy tudom, legalábbis cikkeztek róla, hogy megvizsgálásra kerül ez a, hogy a Budapest, Ferihegy, Cegléd, Kecskemét, Szeged, Szabadka, tehát Röszke-Szabadka, Belgrád útvonal, ami ugye hát valamilyen szempontból, több szempontból előnyösebbnek tűnik. Nekem ezzel kapcsolatban is vannak egyébként fenntartásaim. Az valószínű, hogy ilyen költség-haszon arányban ez jobban kijöhet, mint a Kelebián keresztüli, bár ugye azt hiszem talán az a legrövidebb út, és az a legegyszerűbb, és ott ugye nagy kapacitások lennének, tehát ott azért ott bizonyos szempontból nagyok a lehetőségek. Viszont az is igaz, hogy Budapest-Belgrád és közötte nagyobb város, talán Szabadka van, és más nem nagyon. Tehát a magyar útvonalon sincs. Tehát ahhoz képest meg ilyen súlyos 100 milliárdokat elkölteni, az sokak szerint pazarlásnak tűnik. Itt Attila írja, hogy 2022-re nyitják meg a Szeged-Szabadkát, tehát ezt most nem tudom, tehát és akkor ezek szerint ez a szerb oldalon lévő felújításnak a része, vagy nem tudom, mert ugye a szerbek itt nagy fejlesztésbe kezdtek, nálunk meg ugye megy az agyalás, hogy más lesz a nyomvonal. Ugye azért tűnik praktikusabbnak ez a Cegléd-Kecskeméten át a nyomvonal, nyilván valószínűleg a belgrádi vonatok, ugye főleg a tehervonatok minek mennének be Szegedre, tehát nyilván ott a vágánykapcsolatok is máshogy alakulnának, mert hogy ugye ott azért csak megyeszékhelyek vannak, tehát akkor a Szeged elérhetőségét is javítaná, ha oda két vágányú pálya vezetne, Kecskemét elérhetőségét is javítaná, és ilyen szempontból talán a magyar vasútfejlesztés szempontjából hasznosabbnak tűnik ez a nyomvonal. Igazából két dolgot jegyeznék meg. Az egyik a régi nyomvonallal kapcsolatban, hogy azt nem értem, hogy ha ez kifejezetten áruszállítási célból épül, és nem EU-s pénzből, mert ugye az EU-s beruházások meg szokták követelni ugye EU-s direktívák előírják, hogy nemzetközi fővonalakat, ha felújítanak, vagy átépítenek, ott 160 km/h legyen a pályasebesség. Legalábbis a kiépítési sebesség, a tervezési sebesség annyi legyen. Én ezt nem látom indokoltnak, mondjuk egy Kelebián átvezető nyomvonalon, hiszen ott azért a személyforgalom felfutása csak mérsékelt. És ugye ezt a 160 km/h a tehervonatok általában Európában sehol nem tudják kihasználni. Ez kifejezetten a személyszállításra előnyös, tehát szerintem az nincs arányban azzal, amennyivel drágább egy 160-as pálya kiépítése. Nyilván, ahol nyílegyenes a pálya, tehát mint például azért vannak ilyen szakaszok a 150-esen is, és ahol nincs ilyen alépítményi vagy egyéb akadálya, ott valószínű tök mindegy, hogy 120 vagy 160, bár ugye ilyen útátjárok, meg biztosító berendezések, meg ilyen szempontból sokat nyom alatban a 160-as pálya. Ez az egyik, tehát így költség szempontjából, és mondom, ahol nincs kihasználva, szerintem tök fölösleges. Magyarországon ugye tudjuk, hogy még alig van kihasználva, tehát ugye csak a hegyesi vonalnak bizonyos szakaszain lehet, és annak ellenére több vonal így lett kiépítve, hát reméljük, hogy előbb-utóbb ezek összejönnek, ezek a dolgok, hogy a pálya geometria, a pálya felépítmény, a biztosító berendezés és jármű oldalról is meglegyenek a feltételei minél több helyen ennek a sebességnek, mert igazából ki lehetne használni, ugye most már akár a debreceni vonalnak jó része is tudná ezt, ha
meg lennének az egyéb feltételek, és így tovább. De mondom, ahol, ahol ezt nem lehet kihasználni, ott, ott én teljesen feleslegesnek tartom a 160-at. Tehát például egy kelebiai, szabadkai viszonylag, most csak így hasra mondom, hogy egy 100-120, de ami stabil, és kétvágányú pálya, és jól járható, nagy kapacitású pálya, tehát hogy ki lehetne használni, annak lenne létjogosultsága, és szerintem kevesebbe is kerülne, de hát nyilván ebben nem én döntök. A másik nyomvonalnál pedig az az észrevételem, hogy ez egy tényleg sok szempontból egy előnyösebb nyomvonal, de azért nekem van egy olyan kérdésem, és kérdésnek is megfogalmazhatom, vagy egy kis szkepticizmusnak is a dolgot, hogy a Budapest-Cegléd vasútvonal az már most is eléggé le van terhelve, túl van terhelve, tehát például csúcsidőszakokban, hivatásforgalmi csúcsidőszakokban alig-alig tudott keresztül menni egy-egy tehervonat. Tehát, hogyha erre még ezt a pluszforgalmat rátesszük, akkor annak a szakasznak nem lesz-e kevés a kapacitása, és nem kell-e ahhoz is hozzányúlni, esetleg egy 3 vagy 4 vágányos pályát kiépíteni, legalább Monorig, vagy ott a reptér környékén, mert ugye ennek része lehet az is, hogy a reptéri vasút is kiépülne. Arra egyébként a kínaiak ettől függetlenül valamelyik, azt hiszem kínai magáncég erről is volt cikkezés, tett másik ajánlatot is, tehát egy zárt pályás, külön rendszerű Budapest repülőtér viszonylat, de ugye azt is tudjuk, hogy tervezés alatt áll ez a Vecsésnél, lemegyünk oda a reptér, hát nem a reptér, nem a kifutó alá, de oda a terminál mellé, és akkor úgy bekötve azt hiszem a talán a 120-ába, és onnan a körvasúton át lehet menni a nyugatiba, vagy akár a keletibe is. Tehát, hogy ilyen tervek vannak, és ez nyilván ehhez jól kapcsolódhatna ez a belgrádi fővonal, mert akkor ugye a belgrádi irány, meg nem csak Belgrád, hanem a belföldi részét is nézzük, ami nekünk azért külön érdekünk, hogy két megyeszékhelyünk összeköttetést kapna, jobb összeköttetést, mert ugye most is van, csak olyan, amilyen jobb összekötetést kapna a repülőtérrel közvetlenül. Tehát ez ilyen szempontból előnyös, csak mondom, ott szerintem a 100A vonalnak, tehát a ceglédi vonalnak a belső szakaszán ott komoly kapacitás problémák jelentkeznének, tehát annyival nem biztos, hogy olcsóbb lenne ez a beruházás, mint a 150-est megcsinálni. Hát nyilván ezt végig kell számolgatni, ezt értékelni kell az előnyöket, hátrányokat, költségeket, hasznokat, és akkor nyilván ez el lesz döntve. Hát remélem, hogy így lesz el döntve, hogy ilyen méreható belemzés alapján, nem az alapján, hogy most valaki hasára jut a minisztériumba, és akkor vagy akárhol, mindegy, ebben most nem akarok belemenni, és akkor az fog megépülni. Úgyhogy nem tudom, hogy nektek mi a véleményetek erről a dologról. Igen, itt írja, hogy a pályát karban is kell tartani, nem csak újat építeni. Ez egy általános probléma egyébként a nagy beruházásokkal. Ez a tipikus vidéki uszoda problémája, hogy hú, de jó, kaptunk EU-s pénzt, építsünk uszodát, mert akkor majd tudnak a gyerekek úszni, tanulni, meg a lakosság, meg a izé. De aztán hoppácska, ott ugye elég komoly fenntartási költségek vannak, és néha ezt látom, is, hogy nem mindig tűnik úgy, hogy ezeknek az amúgy csúcstechnológiás dolgoknak, tehát ilyen csúcstechnológiás úgymond pálya rekonstrukcióknak utána a karbantartási hátterhez kiépülne, tehát erre már nem fordítanak, úgy látom, olyan nagy hangsúlyt, vagy ha meg is van, akkor nem zökkenőmentesen működik, tehát ezek azért nem egyszerű dolgok, ez szerintem így a térségünknek, és talán nem csak Magyarországnak, ez egy elég komoly problémája. Én azt mondom, hogy ez így az egész közép-európai térségnek, de hát ugye mi meg a hazai projekteket elég konkrétan látjuk. Hát igen, itt valaki azt írja, hogy a vasútnál sok értelmet nem lehet keresni. Hát igen, ugye elég nagy és nehézkes cég, és a maga
és most nem akarok itt a MÁV szidásába belemenni, tehát ne gondoljátok ezt, de azért egy elég speciális körülmények között dolgozik a Magyar Vasút. Egyrészt maga vállalatilag is ugye szét van szabdalva, másrészt meg ugye nem úgy, mint egy magáncég, hogy simán egy megrendelő és teljesítő, tehát egy üzleti kapcsolat van, hanem ez egy ilyen fura, többszereplős dolog, hogy ugye a megrendelő az az állam, de aki a szolgáltatást igénybe veszi, az ugye a polgár, mondjuk a személyszállításról beszélünk, és akkor közben ott van a MÁV, és akkor mindenkinek az igényének kölcsönösen meg kéne felelni, és ebből azért elég kusza dolgok szoktak kijönni. Én szerintem ebben a legnagyobb probléma egyébként a túl sok átalakítás. Tehát, hogy mire valamilyen rendszer, akár nem egy olyan nagyon rossz rendszer, vagy nem egy olyan nagyon jó rendszert kitalálnak, mert mondjuk valamiért nem az igazi, de működik, akkor szerintem többet árt az, hogyha néhány év múlva megint egy újat próbálnak, és át akarják az egészet fenekestül fel akarják fordítani, átalakítani. Hiába egy jobb, amire átállnak, de mire átállnak, az alatt minden ilyen átszervezés az sok kárral, meg költséggel, meg bosszúsággal jár. Csak nézzük meg ezeket az átépítéseket, hogy azért ezek kényelmetlenséggel járnak nyilván, de meg kell csinálni, mert hogy legyen a fejlődjön a vasút. De egy ilyen átépítésnek ugye van egy íve, hogy honnan, hova akarunk eljutni. Ezeknek az átszervezéseknek a koncepciója meg ugye akár évről évre is változhat, vagy rövid idő alatt változhat, és ezek nem olyan dolgok, amik szerintem, amik így egyik pillanatról a másikra beérnek. Na, úgyhogy nehéz ez a kérdés. Itt Attila azt írja, hogy fővonalakon lenne a 160-nak értelme. Hát igen, és hogy kisebb vonalakon 120 is elég. Hát nem tudom, most azt, hogy Attila azt írja, hogy a 150-esre is szerinte jó lenne a 160. Persze jó lenne, mindenhova jó lenne. Most az, hogy ott azért a személyforgalom én szerintem igen mérsékelt. Tehát ahhoz szorosabbra kéne fűznünk, nem csak nekünk, hanem az egész uniónak a kapcsolatot Belgráddal, tehát Szerbiával, hogy ott olyan komoly személyforgalom legyen, hogy ott 160 km/h érdemes legyen gondolkozni. Ugye ennek meg így nem látjuk a kifutását. Hát ugye EU tagjelölt, ha jól tudom, Szerbia, de hogy ebből mikor lesz valami, hát azért efelől vannak kétségeim. Ambi azt írja, hogy a vidéki vonalakat, amikor megépítették, magánvasutak voltak. Igen, ez tény, ezek hévek voltak, nevezték ezeket hévnek, helyi érdekűnek, olcsó vasutaknak. Ugye egy alapvetően egyszerűsített feltételekkel épülhettek meg, és ezért tudott Magyarországon ilyen sűrű vasúthálózat kiépülni, amiből aztán volt mit megszüntetni később, sajnos. És igen, megvoltak ezek a jogi feltételek teremtve, és azért azokról is elmondható, hogy magánvasutak voltak, de a legtöbb az nagyon hamar a MÁV kezelésében bekerült, tehát ezeknek volt egy vállalat, ilyen, mit tudom én, ilyen vagy olyan, most hasamra ütök, környéki helyi érdekű vasút, vagy Budapest, Esztergom, Füzitői Hév, ugye ez, ami a 2-es meg a 4-es vonal, és ezek azért volt, ami rögtön volt, ami később a MÁV kezelésébe került, tehát ezeknek nem volt önálló üzemük, üzletileg önállóak voltak, de a MÁV kezelte a pályát is, meg a szolgáltatást biztosította, és ezek később államosítva is lettek. Ugye a jelenlegi hálózaton, hát a BKV Hév, ugye most, ami MÁV Hév, az maradt részben önálló, mert ez egy speciális helyzetben volt, illetve hát a Gyesev, és annak a vonala a Fertővidéki Hév, ami ugye most a Fertőszent Miklós Nezsider vonal, ami most is Gyesev kezelésben áll, ez így megmaradt így gyakorlatilag most már évszázados távlatból, de ezek így voltak magántársaságok, egyébként sok helyen a mellékvonalak, azok regionális kezelésben
vannak, és szerintem így, de hát ez magánvélemény, szerintem jobban is tudnak ezek akkor működni, ha regionális kezelésben vannak. Tehát ugye helyben jobban tudják, hogy mit akarnak, meg mit tudnak vele kezdeni. Csak nyilván ez nálunk erre soha nem volt politikai akarat, hogy ugye a feladattal együtt a pénzt is odaadják. Tehát azért a központi irányítás gondolata az nem, és most nem akarok politizálni, de az nem egy új keletű dolog nálunk, tehát ez nem a mostani kormányzathoz köthető, hanem az ilyen dolgokat nem szerette a kormányzat korábban se, tehát a rendszerváltás utáni időkben sem nagyon kiadni a kezéből, márpedig ezeket a feladatokat, ha kiadja, akkor nyilván a finanszírozást is hozzá kell adni, tehát a forrásokat, és hát nyilván ez, erre nem volt soha igazi akarat. Beszéltek róla sokat, de voltak is kísérletek térségi vasútra Magyarországon, de ugye olyan igazán jól a dolog nem működött, bár voltak sikerek, de igazán jól éppen ezért, mert hogy ezeket a koncepcionális döntéseket nem hozták meg, ezért nem tudott igazán jól működni. Azt mondja a Magyar Vasutak, hogy a 60-i vonalon Rákos-Rákos-Liget 120, hát igen, az ott erősen lakott terület, meg ott még talán gyalogos átjárók is vannak, meg útátjárók, és utána 160-as lesz. Hát igen, de mondjuk például egy miskolci vonalnak azért van olyan forgalma, tehát ott, ahol most is óránként jár az Intercity, ott azt mondom, hogy lehet értelme, persze az technológiailag a különböző forgalmak így elkülöníthetők, ott lehet értelme a 160-nak. Azt mondja, Richard mondja, hogy nem mindenütt lehet ugye 160-ra megoldani. Hát ez meg egy másik dolog, hogy ha én eldöntöm azt, teszem azt, hogy én 160-ra kiépítek egy pályát, de mondjuk ott olyan terepviszonyok vannak, akkor simán azt mondom, hogy na most ez a, mint ahogy hirtelen akartam mondani, a fehérvári vonalat is csinálták. Ott a ugye a Velencei tó miatt, hogy a tó mellett csak 120-as. Simán mondhatom azt, hogy 160-as a pálya, de most itt a hegyeken, amíg átmegyünk, nem építek 100 milliárdokból alagutat, hanem egy kicsit kavírnyászok, és akkor legyen itt a hegyeken át az a 10 km 80-as, tehát vagy 100-as, vagy 120-as, tehát nyilván a helyi adottságok megmondják. Tehát nem kéne ehhez ragaszkodni, hogyha 160, akkor végig 160 legyen. Tehát nyilván egy ilyen tervezést megelőz egy forgalmi tervezés, tehát hogy az a tervezett forgalom kiszolgálható legyen vele, és ahhoz nem mindig szükséges, hogy folyamatos legyen a 160. Hát bárhol utazunk, láthatjuk külföldön is, hogy de Magyarországon is vannak ugye állandó lassú jelek, hogy az igen, a pálya geometria miatt ott van egy lassú jel, mert itt érdemes, nem volt érdemes, mondjuk levágni azt a kanyart, mert túl drága lett volna, és nem okoz olyan hátrányt a közlekedésben. Persze ez az kell, hogy a különböző egyéb idéglenes, meg ezért lassú jelek, azok ne szívassák meg a forgalmat, tehát ha azokat előre megtervezett a technológiához, a menetrendhez, a forgalomhoz megtervezett lassú jelek benne maradnak, állandók is akár, az nem okoz olyan problémát, mintha ezek az ilyen ad hoc jellegű dolgok borítják a forgalmat. Hát igen, Attila írja 150-es, az végig lassú jel, ez igaz. És hogy Ambi pedig azt, hogy a Gyesevnek a szünetelő vonala a körment zalalövő, hát igen, az most már a Gyesevé, de ez úgy lett a Gyesevé, hogy átvette a MÁV-tól, tehát ott a körben egy nagy terjeszkedésben volt a Gyesev. Ugye korábban a Gyesevnek gyakorlatilag a Győr-Sopron Ébenfurt vonala volt eredetileg, és a fertővidéki hév volt a Gyesev kezelésében, ami régen nem volt ilyen rövid, hanem az ugye folytatódott ugye Sárvárnál volt a vége, volt. Nem, Celdömölknél? Hogy is volt ez? Hú, na most megfogtattok, vagy megfogtam saját magamat. Hirtelen nincs előttem. Celdömölkön volt a vége. Celdömölk, Fertőszent Miklós, Nezsider vonal volt a fertővidéki hév. Igen, igen, mert a Sárváról Répcev is, meg a... No, most megengedte, hogy folytassam,
valamiért kifagyott ez a dolog, itt azt írják, hogy a telefon képernyő zárult le. Igen, tehát újraindult, hol is tartottunk? Azt mondja, hogy Rikárdnak egy új powerbankra menjen a donation. Nem kell új powerbank, van powerbankom, és most meg is mutatom nektek, bár jó nagy rumli van itt, hogy most ez, hol van? Ott a powerbank, tehát nem powerbankra van most rakva, hanem mert az sincs föltöltve rendesen, hanem konnektorra, tehát nem emiatt állt le, nem tudom, hogy miért állt le. Hogy, na itt a vasútfelújításokról, meg a vasútvonalakról beszéltünk, a gyesebb, meg egyebek, de hát igen, ez egy örök téma, egy örökzöld téma, és szerintem ez nálam máskor is téma lesz. Itt megy, Zoli, megy a live, nem látod? Elindult, újraindult. Szóval ne arra menjen a donation, és akkor ha donation, akkor térjünk is át a donationre. Ugye meglepődtem, hogy jöttek donationök, és tegnap is jött, azt hiszem Richard küldött a social live-ban, és hogy ugye annyira oké, poén, meg jó, meg örülök neki, meg a legjobb sör a potyasör, tehát örülök neki a küldtök sörre, de annyira nem vagyok rászorulva, hogy sörre küldjetek donation, és ezért úgy gondoltam, hogy valamilyen komolyabb közösségi célra kéne az esetleges donation fordítani, és ezért föltettem ugye szavazásra. Hát 73 szavazat érkezett, ugye ezt azt hiszem vasárnap vagy hétfőn, vasárnap volt a live. Vasárnap volt a live, akkor tettem fel utána szavazásra, 73 szavazat érkezett, ami az én nézettségemhez képest elég jónak számít, meg az már tényleg egy ilyen szempontból reprezentatív mintának tekinthető. Igen, adáshibát mondtok, ez volt régen a tévében volt ilyen műsor, hogy adáshiba, és ha tényleg valakinek megvan videón, tegye már föl, vagy lehet, hogy majd rákeresek, hogy van-e ilyen föltéve, hogy különböző adáshibák a régi MTV-n. Ez is egy érdekes téma lehet, de én erre a donation-ös szavazásra. A hiba nem az önök készülékében van, így van, a hiba az én készülékemben volt. Azt mondja, a vonatjegyre nem gyűjthettek nekem. Hát nem, mert... Bár a látszat az, most olyanban vagyok, mintha MÁV-nál dolgoznék, de nem. Viszont erősen kedvezményesen utazom, és ezt most túlzás nélkül, csak túl finoman fogalmaztam. Bár mondjuk nemzetköziben vásárolok vonatjegyet, tehát akár lehetne vonatjegyre gyűjteni, de nem szükséges vonatjegyre gyűjteni, és nem szükséges pont nekem gyűjteni. Lehet, hogy lesz olyan eset, hogy rászorulok, hogy nekem gyűjtsünk, de szerencsére ez most nem áll fent. És ezért tettem fel a kérdéseket, ugye 4 válasz lehetőség volt. Az elején nagyon féltem is, hogy nagyon jól teljesített az Idd el, tehát hogy gyűjtsél piára című válasz, és ezt megmondom őszintén, hogy ezt nehéz is lett volna teljesíteni, főleg, hogyha sok donation érkezik, mert én magamtól is megiszom a magamét annyit, amennyit érzem, hogy szükségem van, néha még egy kicsit többet is, tehát még nem kell, hogy még kötelességből is kelljen igyak, úgyhogy azt nagyon nehéz lett volna teljesíteni, nem is biztos, hogy képes lettem volna rá, de szerencsére aztán azért a szavazás más irányt vett, és 15%-ot kapott az Idd-el válasz. A legkevesebb szavazatot egyébként a ne gyűjtsél, ne kunyerálj is kapta, ez 11% volt. És ugye két ilyen úgymond hasznosabb cél, tehát legalábbis az ivásnál, meg a ne csináljál semmitnél hasznosabb cél. Ugye az egyik volt a jótékonykodás, a másik pedig az, hogy valamilyen rászorulóknak, most akár beteg gyerekeknek, vagy hajléktalanoknak, vagy kiskutyáknak, tehát ez lett volna az egyik
illetve a másik az, hogy valamilyen közlekedéssel kapcsolatos civil projektre. Hát 18%-ot kapott a jótékonykodás, és 56-ot messze mindegyiket túlhaladva a közlekedéssel kapcsolatos civil projekt. És megmondom őszintén, hogy ez ebben nem is csalódtam, tehát erre kicsit számítottam, de nem manipulatívan próbáltam nem manipulatívan feltenni a kérdést, és azért próbáltam több opciót adni, és nyilván meghajoltam volna a döntésetek előtt, hogyha a döntés másképp alakul. Mondom, ez az egyetlen fenntartásom, hogyha azt mondjátok, hogy igyam el, az lehet, hogy nehézségekbe ütközött volna. Úgyhogy szerintem jól alakult a dolog. Most a következő lépés ezen a téren, hogy konkrétan keresni kell egy olyan projektet, amire ezt a támogatást lehet költeni. Ugye, és hát én gondoltam több mindenre, meg felvetődött több minden, és ebben várom a ti javaslataitokat is. A javaslatokat úgy szeretném, hogy lehetőleg, tehát ötletbörze is lehet, csak kellene olyan, és kaptam is ilyen ötletet, hogy úgy olyan szervezetekkel vagy projektekkel gyertek. Hú, Zelink, a Zoli, köszönöm, Zoli küldött 400 forintot, bár még azt se tudjuk, hogy mire. Ja, de odaírta, állítsuk vissza a tököri úti villamosokat. Jó, ezt aláírom, szerintem szükséges projekt, tehát tényleg jó lenne. Ezt... Csak nem tudok olyan szervezetről, aki ezt felkarolta volna, konkrétan ezt a projektet. Úgyhogy pont ezt akartam elmondani, hogy olyan projekteket javasoljatok, amire van szervezet, aki már beleállt az adott projektbe, és azzal a szervezettel van is kapcsolatotok, tehát hogy össze tudtok velük hozni. Tehát, mert úgy én nem akarok pénzt gyűjteni valakinek, hogy az a valaki nem tud róla. Tehát hogyha mondjuk például Adani javasolta, hogy gyűjtsünk a Nohab GM alapítványnak, vagy van egy ilyen ikaruszos, ilyen, nem is tudom, hogy egyesület, hogy milyen formában működnek, akik ikaruszokat mentenek, hogy gyűjtsünk nekik. Tehát amíg velük nem tárgyaltam, addig én nem fogom itt bejelenteni, hogy nekik gyűjtök pénzt, mert az egy kicsit olyan hülyén venné ki magát. A másik, meg akire meg én gondoltam, és akkor eddig ez a három lehetőség vetődött fel, aminek viszont én is tagja vagyok, én ugye KBK-nak alapító tagja vagyok, és hogy a kisvasútra gyűjtsünk, mondjuk a kemencei kisvasútra, és ugye hát velük én meg tudom dumálni. Igazából tőletek is várom a válaszokat, ha lesznek konkrét lehetőségek, akkor már, tehát hogyha valakivel már beszélek is, akkor fel is fogom tenni szavazásra, hogyha több opció lesz, ha pedig ezek közül csak egy opció jön, vagy esetleg más ötletekből egy opció jön össze, akkor nyilván akkor nem kell szavazni, mert akkor a lehetőségekhez mérten. És ha viszont ez elindul, akkor onnantól kezdve nem csak úgy lesz donation, hogy na, lehet küldeni szupercsetet, mert ezt most így, amikor elkezdtem live-olni, bekapcsoltam ilyen miért ne alapon. Richardnak is köszönöm a 400 forintot, ő a sört támogatja. Ígérem, hogy amíg ez nem ér el egy olyan mértéket, addig a sörre küldött támogatások mértékében fogok sört vásárolni, és azt vlogban, vagy videóban, vagy élőben meg is iszom. Hát most annyi, hogy ugye, mivel hogy egyedül élőzök, ezért már hogy a kamera előtt egyedül vagyok, ez jelen pillanatban, majd esetleg később közös élők is összejöhetnek, vagy ha már így jobban tudom ezt az élőzős technológiát, vagy technikát kezelni, akkor, hogy behívni valakit, akár, mit tudom én, Skype-on, vagy valahogy, tehát lehet majd ilyeneket is csinálni, de egyedül élőzök, és ez azzal jár, hogy sokat kell beszélnem, és viszonylag keveset tudok inni élő adás közben. Ez már ugye sörvlogokban is így volt, talán egy-kettő volt, ahol úgy jobban szlopáltam, tehát ezért ezt meg tudom ígérni, hogy azért amennyi támogatás sörre érkezik, annyit meg fogok inni videóban vagy élőben. De nekem mondom, az a tervem igazából, hogy akkor ez a,
ez a történet menjen, tehát kisvasútra, busz, retrobusz felújításra, vagy Nohabra menjen. Mondom, ha összejönnek ezek a beszélgetések, tudok ezekkel a szervezetekkel vagy társaságokkal találkozni, és akkor ezt csinálni fogjuk, csapatni, és akkor már viszont reklámozni is fogom, így idézőjelben reklámozni, tehát akkor meg is foglak titeket kérni a donationre, mert akkor már van célja, van miért gyűjteni a donationt, nem csak azért, hogy mondjuk igyak egy sört, vagy csak úgy poénból, vagy akármiért. Lacinak is, Herbák Lacinak is köszönöm a 400 forintot, ő nem is írt célt, tehát ez köszönöm. Tehát gondolom, hogy mivel ezek azért valamilyen szinten rendszeresek, anélkül, hogy megkértelek volna titeket erre, ezért úgy gondolom, hogy ha egy jó célra fordítjuk, akkor meg is foglak kérni titeket, és akkor abból összejött egy olyan összeg, amivel egy értelmes célt lehet támogatni. Ez esetben egyébként nem csak Superchat lesz, hanem akkor ki fogom tenni a PayPal-t is, meg a Patreonra is fogok akkor regisztrálni, és akkor így ezeket a dolgokat gyűjteni fogjuk, és akkor szerintem ez egy ilyen jó pofa, meg hasznos dolog. Mondom, most a tervem az, hogy az első gondolat az volt, hogy mivel mindenki csak karácsonykor jótékonykodik, bár most ez ugye egy más típusú jótékonykodás lesz, ezért akkor mi jótékonykodjunk nyár közepén, és hogy akkor a fél év akkor telik el júniusban, ezért ez volt az elképzelés, hogy májusig gyűjtjük egy adott célra, és akkor júniusban ezt átadjuk. De ezen persze lehet változtatni, de mondjuk egy ilyen, most nincs már egészen fél év, de ha egy ilyen fél évenként csináljuk ezeket a dolgokat, hogy mindig meghatározunk egy célt, tehát hogy ez ne legyen ilyen kőbevésett dolog, és akkor arra szerintem ez jó, de erről is írjatok. Zoli még megint küldött 400-at, a Geek, az M63-as motorikus részére. Igen, ezt is egy civil társaság, ővelük találkoztam is, és adtam is velük, csak nem került fel a videó, mert nem lett minden leforgatva, amit szerettem volna. Ők is szóba jöhetnek, tehát akkor most már 4 ilyen projekt fut. Ezt mondom, akár e-mailben vagy messengeren is megkereshettek, bár legjobb e-mailben, mert ezek azért olyan összetettebb dolgok, nem azt, amit ilyen chatben meg lehet beszélni, hogy konkrétan akkor, akinek ilyen konkrét elképzelése van, és összetud ilyesmi csapattal hozni, akkor feltérképezzük a lehetőségeket. És ez alapján, hát most azt mondja, február 7 van, egy-két héten belül ezt el kéne dönteni, hogy majd én is meglátom, hogy mennyi időm lesz ezzel külön foglalkozni, mert nyilván ez szervezést igényel, találkozókat kell lebeszélni, meg ilyenek, hogy legkésőbb hónap végére ezt el kéne dönteni, és akkor még van ugye egyrészt az eddig jött támogatások is megvannak, tehát ezek most a YouTube számlán gyűlnek, másrészt meg, és ugye visszakereshető, hogy mennyi érkezett, másrészt meg, ugye még akkor ott van még a februárnak sincs, jóval nincs vége, mert még az elején vagyunk, de március, április, május, tehát jó 3 hónapig lehetne akkor gyűjteni. Zolinak 1 hónap múlva lesz születésnapja, 21-dik, előre is Isten értessen boldog születésnapot. A Magyar Vasutak azt írja, hogy csak személyesen tud donátot adni. Ha meg lesz a konkrét cél, és úgy gondolod, hogy szeretnél, nyilván mindenki maga dönti el, hogy mit és mennyiben szeretne támogatni, akkor természetesen felvehetjük a kapcsolatot, és akkor személyesen is megoldjuk a történetet. Itt a donétekkel annyi van, hogy azt azért nyilván tudjátok, hogy például a YouTube-on keresztül küldött donétnak nem 100%-a kerül hozzám, még nem számoltam ki, hogy mennyi, a kevesebb jut el hozzám, tehát nyilván a YouTube is leveszi a részét, ez egy nyilván része az üzleti modelljüknek, tehát nyilván annyit, főleg ha nagyobb összegek gyűlnek össze, akkor én nem feltétlenül fogom tudni azt kipótolni, a konkrétan az általatok küldött összegre, tehát annyi, amennyi hozzám eljut belőle, és nyilván nekem ez, mivel például a
szupercset az ugye jövedelemként jelenik meg, ezért nekem azután adóznom is kell. Tehát ezek nyilván le lesznek belőle vonva, főleg, hogyha komolyabb összeg összegyűl, nem biztos, hogy lehetőségem lesz ilyen komoly összeget, vagy olyan komoly összeget kiegészíteni. Majd ennek utána kell járni, tehát ennek utána fogok nézni. Van szakember a családba, tehát ennek utána fogok kérdezni, hogy ez hogy megy, mert nyilván azért nem akarok belecsődölni abba, hogy most itt most így gyűjtünk közösségi célra. Na, Lacinak meg most vasárnap lesz a szülinapja. Neked is a 21. hogy ne legyek ilyen gonosz. Nem is tudom, Laci, te korombeli vagy, vagy talán fiatalabb pár évvel, nem tudom. Na, mindegy, majd ezt most, ha úgy alakul, megbeszéljük. Holnap, mi lesz jó holnap? Janek, mi lesz jó holnap? 30. Laci, te ennyivel fiatalabb vagy nálam? Hú, én azt hittem, hogy korombeli lehetsz. De hát ugye nem találkoztunk személyesen, és így nagyon nehéz megítélni, videókban láttalak, meg telefonon beszéltünk, úgyhogy így nehéz megítélni, meg megsatszolni, meg amúgy sem vagyok jó egyébként ilyen életkor megsatszolásba. Tehát személyleírást kéne adnom, és az alapján nyomozna mondjuk a rendőrség, akkor lehet, hogy félre nyomoznának, tehát nem vagyok ebbe jó, na, nem vagyok ilyen téren jó megfigyelő. No. Szóval nem tudom. Ja, a támogatás, nem, Janek, nem jó még holnap a támogatás, mert először hozzuk meg a döntést, ugye közösen, hogy mi lesz a konkrét cél, addig egyedül a szupercseten fogadok támogatást. Tehát, mert az ugye el van könyvelve, az követhető, nyomon követhető, és az utána arra a célra fordítható. De most az, hogy azért külön bármilyen, akár találkozott bármit összehozni, nem, mindent a maga idejében, tehát utána természetesen benne vagyok mindenben. Ja, Laci azt írja, hogy a szakál öregít. Hát én is, főleg, hogy nekem egy kicsit itt őszül, hol itt, meg itt őszül, tehát engem is öregít, de én attól még 20 éves vagyok. Na, tényleg engem mennyire s***tok. Addig örülj, Zoli, amíg 20 meg 21 éves vagy, a legszebb kor szerintem. Attila a legöregebbnek tartja magát 45-tel, és vannak, akik itt legálisan nem ihatnak. Így van. Nem is biztatlak titeket rá. Néha mondom egy kicsit, de ezt már mondtam múlt, hogy lelkiismeret furdalásom van, hogy iszom a vlogokban, meg most az élőkben, de azért igyekszem ezt úgy csinálni, hogy ne lehessen vállalhatatlan. Ezt azért is mondtam, hogy a tegnapi kocsmai live-ot meg fogom nézni, és ha nem vállalható, akkor le lesz szedve. Tehát nem akarom, hogy ez minta legyen. Tehát, bár én nekem az a véleményem, hogy egy-két sört megiszik az ember, az nem probléma, de ugye sokan bele tudnak esni abba, hogy túlzásból viszik. Én is bele tudok esni egyébként, tehát ezt nem tagadom. Úgyhogy senkit nem biztatok az alkoholfogyasztásra, főleg nem a fiatalokat. Tehát ezt ez a véleményem erről a dologról. György Gyuri megjött folyó nőügyekből. Na, az izgalmas. Hagyjam fent. Jó. Attila, szavazzuk meg, hogy megszavaztuk el a szavazást. Igen, ez jó. Ez tetszik. Na, Ambi májusban nagykorú, hoppácska. Na, akkor nem tudom, hogy szereted, de a sört, iszunk egy sört. És Tamásnak a támogatást jött egy 1000-es. Egész komolyan emelkednek a tétek. Ez is akkor a leendő projektre lesz szépen félretéve. Úgyhogy aki akar, küldhet szupercsetet.
Előre még a konkrét cél nincs meg, de hát hallottátok, hogy mik a jelenlegi lehetőségek. Janekkel sörözés, persze megbeszélhető, most a napokban nem érek rá, tehát a péntek, szombat az teli van, a vasárnap meg még nem tudom mi lesz, még lehet, hogy pihenek, meg videót is kérni, mert ugye nagyon rég volt rendes videó. Magyarország vonatai köszön, visszajöttél vagy elmész, ezt nem tudom, de szia! Magyar Vasutak azt írja, hogy jó volt a tegnapi live, hát meg fogom nézni, hogy számomra mennyire vállalható. Azt mondja, a Rothburger finom sör, Pilisvörösvár. Igen, Janek, nem is tudom, hogy én ittam-e olyat. Mert ugye ott laktam én is Vörösváron, csak ott voltak nekem ilyen hosszú sörszüneteim, és nem tudom, hogy ittam-e Rothburgert. Nem emlékszem már rá. Magyarország vonatai, most jöttél. Igen, az ilyen hasonló megnevezések miatt mindig keverem, hogy ki kicsoda, Magyar Vasutak, Magyarország vonatai, hogy ki volt itt, ki nem volt itt. Ezt ne haragudjatok rám. Talán előbb-utóbb megtanulom. Meg ugye, hogy ki személy szerint kiáll mögötte, ezt mindig a Magyarország vonatai a Szabi, ugye? Nagyon nehezen jegyzem meg. No, itt György vagy Gyuri, nem tudom, hogy szólíthatlak, azt írott, hogy a tegnapi teljesen vállalható. Most csak az, hogy egy kicsit összeakad a nyelvem, attól én nem szedem le. Szerintem nem mondtuk egyébként olyanokat, hogy vállalhatatlan legyen, de mondom, azért visszanézem. Tehát nem szándékozom leszedni, csak ha tényleg esetleg olyan. Nyár elején Ambival sörvlog. Jó, Ambi betölti a 18-at idén, ővele lesz sörvlog. Megbeszéltük. Nyilván a részleteket majd akkor. Attila vett egy üveg sört, hogy ő is tudjon sörvlogot csinálni. Kíváncsian várom. Janek meg azt mondja, hogy csak Rothburgert iszik. Hát ha finom sör, mondom, én nem emlékszem, hogy ittam-e, így nem maradt meg, mert mondom, azóta, mióta onnan elköltöztem, nagyon sok minden történt, meg tudom érteni. Tehát ha valami beválik, akkor azon miért változtasson az ember. És Barni kérdezi, hogy a Csisztapusztai Kisvasútra elmegyek-e, hogyha, és nem először kérdezi, csak az előbb nem reagáltam, bocsánat, hogy elmegyek-e. Természetesen elmegyek, én még a korábbi megszűnés előtt ott utaztam, sőt a táskai vonalon is utaztam, aminek nem is tudom, hogy még a vágányok megvannak-e, vagy már az se, hogy föl lett szedve. Egyszer még ott is utaztam, úgyhogy mindenképpen el akarok oda menni. Sőt, a Somogy-Szentpáli vonalon is, nagyon, ami most üzemel, azon is nagyon rég utaztam, tehát oda is el szeretnék menni. Igen, a Magyarország vonatai, te vagy a Szabi, jó? Bocs, hogy nem jegyzem meg, de előbb-utóbb megjegyzem. Azt mondja, Adani nem tudott már nagyon beszélni. Jó, ezt most tényleg nem kommentelem a dolgot, visszanézem. Esetleg ha Adani azt mondja, hogy szedjem le nyilván, mert ugye ő is szerepel benne, akkor le kell szednem, mert tiszteletben kell tartanom az ő véleménye, de ha ő számára, meg számomra is, meg számotokra is vállalható, akkor fenn fog maradni a videó. Nem sértesz meg, Zoli, Zelinka Zoli, hogy ha te Summersbyt szereted, én nem azt szeretem, te azt szereted, az ízlések és pofonok. Most teljesen természetes, veled is szívesen csinálok sörlogot, én iszok olyat a sört, amit én szeretek, te meg ihasz Summersbyt, tehát ez teljesen, teljesen oké dolog. Hát nem kell az akaratunkat a másikra ráerőltetni, meg az ízlésünket, tehát szerintem ez a normális. Aha, meg hogy nem bírja a gyomrod úgy az alkoholt. Igen, és elfér a sörlog témában simán. Ö,
Micsoda, a Janek azt írja, hogy ha összejön a sörözés, akkor elvisz egy mexikói útra. Ez most a pesti mexikói út, vagy Mexikó? Tehát ez most így nem annyira vágom. Igen, a Szabi azt írja, hogy jó a póló, távos póló, ezt emlegette múltkor, azt hiszem, hogy Adani. Vagy ha nem ő, akkor valaki más, én úgy emlékszem, hogy Adani emlegette, hogy, hogy nem tudom, hogy ez az a műszálas, ami ő szerinte nem jó, szerintem meg nekem meg ez a póló, ez a mávos póló, ez tetszett annak idején, amikor vasutas voltam, és szerettem hordani. Hogy a Attila írja, hogy nehéz eljutni az Alma melléki kisvasútra, mert olyan a menetrend. Tehát ez az nem egy olyan vonal, ahol csak ilyen egy nap alatt tömegközlekedéssel megjárható, akár Pestről is. Tehát az egy ilyen legalább egy hosszú hétvége, vagy nem is tudom, hogy most hogy régen hétköznap jártak ott a vonatok, most nem tudom, hogy van a menetrend. Úgyhogy igen, oda egy több naposra érdemes. De van is a környéken látnivaló, ami miatt érdemes ott több napot eltölteni, tehát igen, és a Mexikóra meg azt írja Vízivirág, hogy Mexikó völgy, megmondom őszintén, hogy nem tudom, hogy merre van. Tehát Mexikó völgy, Mexikó pusztát tudom, az ugye a kapuvári gazdasági vasútnak, kisvasútnak a vonalán volt, Mexikó völgy, meg a mexikói út, az meg itt van a szomszéd kerületben, ugye itt nálunk a kisföld alattinak ott a végállomása, Mexikó völgy hol lehet? Azt írjátok már meg, léci, mert érdekel, lehet, hogy egy szép hely. Ez az a műszálas. Hát jó, engem zavart, megmondom őszintén. Tehát hát Janek, ha roadburgerezni elmegyünk, akkor roadburgert fogok inni. Tehát ez legalábbis megkóstolom. Aztán nyilván, ha nem ízlik, akkor iszok más, de szerintem ízleni fog. Zelinka Zoli a gyerekvasúton hordott ilyen pólót. Janek pedig a pesti Mexikóra gondolt, a mexikói útra. Jó, hát mondjuk ott nem fogunk sörözni, mert ott nincs söröző, úgy tudom. Ott mi van? Ott DM van, meg Burger King, meg zöldséges. Meg a zöldségesnél lehet sört kapni, de hát azt hol isszuk meg, ott kiülünk az utcán. Az mondjuk engem annyira nem zavar, de közterületen úgy tudom, nem is nagyon szabad, tehát abból nem lesz videó. Ja, három nyomtáv völgye, Vízivirág! Ó, nem is tudtam, hogy te ki vagy, de most már sejtem, hogy ki vagy. Megvan, igen. Ezek a fantázia nevek, hogy ki tudtok velem szúrni ezekkel, hogy nem tudom, hogy kivel beszélgetek. Ja, persze, hát a három nyomtáv völgye. Nem is tudom, hogy erről mennyit mondjak el. Megyünk oda, erről lesz videó. Most mondjam, hogy ez hol van. Semmit nem mondjak róla. Jó, akkor nem mondok róla semmit. Tavasszal lesz róla videó. Van egy ilyen hely Magyarországon. Aki akar, rágooglizhat. Na, hogy megvannak táskán a dolgok, az épületet elbontották, csisztán pedig minden megvan, csak romos állapotban. Köszönöm Barninak az információt. György Gyuri azt mondja, hogy ő mindig elcserélte ezt a fajta pólót, tehát akkor ezek szerint nem mindenki szerette. Hát jó, nekem az inkhez képest ez kényelmes volt. Itt Attila azt írja, hogy Pécsen szállást foglalni, és úgy azt gondolom az Alma melléki kisvasútra vonatkozik. Ott helyben is lehet szállást foglalni, tehát ugye jobban meg kell nézni, mert azért Pécs sincs olyan közel, tehát így tömegközlekedéssel. Hát nyilván, ha meg valaki kocsival közelíti, meg akkor meg nagyobbak a lehetőséget. Tehát, hogy akkor valaki a térségben valahol megszáll, akkor könnyen meg tudja közelíteni a kisvasutat. A Bécsi útra is meg akar hívni Janek. Bécsi út az lesz, de nem a budai Bécsi út, hanem megyek a Bécsi út végére.
valamikor, még nem tudom, hogy mikor, de ezt az a szándékomban áll, nagyon régen voltam Bécsben, tehát az tervem van, ugye múltkor szó is volt róla. A Bad Wolf Attila is azt mondja, hogy bevállalja velem a Sherlockot, csak menjek ki Angliába. Igen, erről is szó volt már, szervezést igényel, nincs ellenemre egyébként. Nyilván a nem is csak a jegyára, meg az egyéb költségek a kérdés, hanem ugye itt a szabadidő is, tehát hogy ezt hogy lehet úgy megszervezni, hogy egy értelmes túra jöjjön ki belőle. Tehát, hogy időben meg annyi mindent lásson az ember, hogy megérje a fáradtságot, meg az utazást és az egyebek. Tárna utca, Iparvágányon Ambi tegnap látott vonatot, az melyik is a Tárna utca, mindig elfelejtem, Tárna utca. Az Kőbányán, nem? A Rákosról, amiről múltkor csináltál videót, nem? Nem azaz? Igen, Szabi kérdezi a szuveníreket, van, és akkor át is térünk, még itt van két téma, amit ma nem érintettem, de akár igen, Ambi közben írja, hogy azaz, tehát hogy a Kőbányai, a Rákosról kiágazó iparvágánya, a Tárna utcai, az Erekó vastelepnek a vágánya, hát igen, ott folyamatos kiszolgálás van, tehát ott van, hát folyamatos, nem úgy folyamatos, de rendszeres. Na, van szuvenyír, és azt majdnem elfelejtettem, ilyen unboxingolni fogunk, ezt nem is jelentettem be az elején. A kérdése, Szabi kérdezi, hogy ha gyűjtünk donátot, akkor mennyit? Nincs meghatározva. Nincs meghatározva egy konkrét cél. Szerintem, ha ilyen célra gyűjtünk, amik itt felvetődtek, akkor nem is kell egy konkrétumot. Szerintem aki tud és majd akar, az majd mindenki annyit donétoljon, amennyit tud, meg amennyit akar, tehát ez mindenkinek szerintem ilyen szempontból a magánügye. Nyilván összesítve lesz, meg lesz beszélve, hogy mennyi jött össze, és ha tudom, akkor videóban, tehát úgy lenne értelme, ha már ugye ezt ilyen videócsatorna keretében gyűjtjük, hogy akkor videóban be is lesz mutatva az adott projekt, hogy mire fog ez menni. Tehát szerintem így lenne értelme, így összegre én nem gondoltam. Hát igen, ha a Kaposvár-Szigetvári vasút működne, akkor lehetne jobban eljutni az Almamelléki kisvasútra, most is el lehet jutni busszal, meg személygépkocsival, meg egyéb módon, biciklivel, gyalog, egyebek. Tehát azt mondja Bad Wolf Attila, hogy szervez nekem programot, azt elhiszem. Ha eljön az ideje, és nyilván ütjük az utazást, akkor meg fogjuk természetesen beszélni. Hát már másfél órája megy egyébként a live, egész jól bírom. Azt hittem, hogy ki fogok dőlni itt ilyen fél óra után, mert elég fáradt vagyok, de egész jól belejöttünk. Úgyhogy igen. Janek közben kérdezi, hogy az óbudai régi volt ötös villamost nem akarom-e bejárni, de igen, már volt tervem, hogy erről csinálok videót. Ugye már nézegettem itt régi képeket, meg fentről.hu-t, meg ilyen dolgokat, tehát lehetne belőle egy egész jó kis dolgot összehozni, nem beszélve arról, hogy azért ez több annál, mint egy ilyen sima külvárosi megszűnt ilyen kis nyúlfarki villamosvonal, mert ugye komolyabb szerepe volt, ugye időben a jobbparti körvasútnak is a részét képezte, tehát megér egy videót. Gondoltam már rá, nyilván idő és energia kérdése, tehát szeretnék előbb-utóbb. Milyen vasutas cuccaim vannak? Mindjárt rátérünk, sokféle vasutas cuccom van, most kevés fog előkerülni, de akkor rátérek a Richard
kollégám, vagy kollégám, hát ugye én már nem vagyok vasutas, azt írja a Druszám, hogy felébredt, és hajnalban meg indul a vasút. Hát ez fönnmarad ez a élő, tehát utólag is megnézheted, hogyha úgy gondolod, hogy nehogy emiatt legyen holnap balesetet, hogy nem vagy kipihent. Úgyhogy, úgyhogy nem kell itt áldozatokat vállalni értem, meg az élő adásomért. Úgyhogy, de az a te dolgod, tehát nem akarok beleszólni. Na, csak boxingoljunk, unboxing, chumboxing, chumboxing, humboxing. Először olyan dolgot csomagolok ki, amit csak meg akarok nektek mutatni, mert tök hazon. Múltkor szereztem be egy üvegcsiszoló ismerősöm, ide nézzetek. Unimukkos üvegből csinált ilyen kis vázát, és elcsencseltük. Hát én is adtam neki unimukkos üvegeket, és akkor ő adott ilyen, egy-két ilyen tárgyat, de nem is tudom, hogy lehet, hogy nála ezt meg is lehet majd vásárolni ezeket a dolgokat, de ezek ilyen egyedi saját készítésűek az ő részéről. És egy másik, ezek mondjuk fél literes unimukkos üvegből vannak csinálva, de két decisből is csinált már dolgokat. A másik még egy ilyen kis tálka. Hát annyi, hogy itt le van csapva egy kicsit, ahogy hívják, mert ugye mostani unimukkos üveg az olyan, hogy le van csapva, tehát nem pont gömb. Tehát a gombóc már nem igazi gombóc, egy kicsit nyomott gombóc, és hogy nyilván, hogy legyen magassága is a tálkának, ezért benne hagyott egy kicsit. Így egy kicsit olyan furán néz ki, de szerintem fazon, meg tényleg, hogy ilyen kézműves dolog, nekem így nagyon tetszik. Úgyhogy ezt mindenképpen meg akartam nektek mutatni, mert én szeretem az ilyen kézműves, meg DIY, meg ilyen dolgokat. Úgyhogy azért, de ez nem része a úgymond a kacatolásnak, amiben viszont akár titeket is bevonlak. Most nagy vasutas dolgok nincsenek, de ezt megmutatom. Ez a szög, nem tudom, hogy kitaláljátok-e, hogy mi ez. Igen, a semmiben mutató holdfényjelzőt írja Janek az ötös villamos vonalán. Igen. Tátra tea. Hú, arról hallottam, most hirtelen nem tudom, hogy milyen az. Igen, ez talfaszög. Nevezetesen, ez nem biztos, hogy fog látszódni, próbálom úgy mutatni, hogy látszódjon. Nem tudom, hogy talán most. Nem tudom, hogy mennyire éles, elolvasható. 1969, és a 69 az nem, ne gondoljatok rossz vagy jó dolgokra, nem arról szól, 1969-ről szól, és ez a Diósgyőr melletti vasúti pályából származó egy ilyen urbexes túrán szereztem be, ugye ott találtam a sinek között magyarul, ez egy onnan származó talfaszög, ezt igen, 59-nek látszott ott az én, de ez 69, tehát itt élőben látszik, hogy ez 69. Úgyhogy ezt valakinek felajánlom. Annyi, hogy majd amikor arról összevágom a videót, akkor abban még majd előtte lefotózom, és utána valakinek nekiadom. Úgyhogy lehet érte jelentkezni. A legjobb, ha ide jutjátok, csak most ugye többfelé kell figyelnem, és esetleg elsikkadhat a dolog, talfa nincs hozzá, úgyhogy aki ilyesmit gyűjt, jelentkezzen érte, legjobb, hogyha, hogy hívják után, live után privátban, mondjuk Messengerem, vagy a nézői Facebook csoportban, vagy valami ilyen, lehet, hogy indítok is neki majd egy posztot, ezt lehet, hogy így kéne csinálni, a nézői csoportban, hogy ott, ahol ezeket a dolgokat, akkor meg lehet beszélni, mert akkor egy helyen vannak a dolgok, és akkor nincs sértődés, vagy valami, hogy valakinek esetleg nem jutott, aki esetleg írt, csak több helyen írtak emberek, és nem tudok rá reagálni, és nem veszem észre, vagy nem jut eszembe. Valószínűleg ez úgy lesz, hogy ott lesz egy helyen. Nem biztos, hogy most este kirakom már, mert szerintem rögtön lefekszem, ahogy a live-nak vége van. Úgyhogy egy kis türelmeteket kérjem, de akkor ezekre ott lehet jelentkezni.
illetve hát már itt is írhattok. Nem, nem Jancsi szög. Szabi írja, hogy kb. 50 talfa szöge van. Igen, hát ez van, aki gyűjti, van, aki nem. Én igazából nem gyűjtöm, de hozzám került ma. Következő, retro gyűjtőknek, nem vasúti téma. Vörös október férfi ruha gyár gyártmánya, ez a válfa, ez egy öltönyválfa volt. Azt mondja, hogy így jobban fel tudom olvasni. Formatartó. Milyen? Terliszter öltöny 40, 5% gyapjú, 55% poliészter. Vörös október ruhagyár. Egyébként az is érdekelne, hogy ez hol is volt ez a, mert ugye május egy ruhagyár volt az a, azt hiszem a 8. kerületben, azt tudom hol van nagyjából. Ez a vörös október, ez hol lehetett? Azt tudom, hogy egyáltalán Budapesten-e, vagy hol. Hát vagy Magyarországon, az biztos. Na, aki erről tud, valamit írja. És akit érdekel, ez is része a kacatolásnak, szívesen odaadom annak, aki ilyesmit gyűjt. A következő, ezt múltkor mutattam egy tavalyi BKK-s naptár, megfejtettétek, hogy Rizsavi Tamásnak a fotói vannak benne. Ha valakit esetleg érdekelnek ezek a ugye, fotókat kivágni, vagy valamilyen dekorációs célra odaadom, egyébként nem fogom tartogatni, tehát kidobásra fog kerülni sajnos, akár mennyire is szép, mert hogy ugye tavalyi és lejárt. Akkor a következő pedig az... Hát, hogyha van köztetek olyan, aki esetleg Győrbe közlekedésmérnöki szakra szeretne jelentkezni, akkor van egy csomó ilyen egyetemi tankönyv meg jegyzet, valamelyik frissebb kiadás, valamelyik néhány éves, valamelyik régebbi, úgyhogy ezeket szívesen felajánlom. Hát nem tudom, hogy ez, ha, mit tudom én, hogy legyen, ezt még nem gondoltam át. A legtöbbjük jó állapotban van, bár itt van köztük olyan, ami le van kávézva, ja, és a szekrényben van még. Tehát az ilyen lekávézottakat, azokat biztos, hogy ingyen odaadom, a többit, azt hát nem tudom, hogy valamilyen mérsékelt baráti áron, vagy akár ingyen, ezt attól függ, hogy majd hogy egyezünk meg, hogy egyáltalán lesz-e rá érdeklődő. Vannak itt egy Európai Uniós szakkönyv, ez is tananyag volt. És hát most kezdődik ugye a tavaszi fél év, már elkezdődött gondolom. Úgyhogy ilyen közlekedési szaknak a szakkönyvei. Zoli elfogadja a naptárat, Zoli, akkor privátban megbeszéljük a naptár átadást. Tegnap egyébként pont egy másik naptár átadás miatt találkoztam Adanival, ő a Bud Spencer Terence Hill-es naptárat vette át, és akkor megittunk jó pár sört ennek örömére. Szóval itt csak tényleg így mutató vagy, kicsit porosak lettek, meg szöszösek ezek, nem volt régóta használva. Meg valamelyik egyáltalán nem volt kinyitva, tehát vannak tantárgyak, amiből azért a tankönyv forgatása nélkül sikerült levizsgázni, vízivirág, tiéd a válfa, de akkor beszéljünk róla privátban is, hogy ne felejtődjön el, mert azért itt annyi dolog elhangzik, hogy ezt így nem tudom észbe tartani. Tehát akkor a válfára és a naptára van már jelentkező, és akkor mondom itt a tankönyvek, hát különböző tantárgyak, szállítmányozás, elosztási logisztika, ellátási láncmenedzsment, anyagmozgatás, raktározás, hát ez még akár logisztika szakosoknak is jó lehet, tehát nem csak közlekedésmérnököknek, stratégiai menedzsment, hát attól függ, hogy ki, tehát ha valaki, itt van egy kis matek is, valszám és matematikai statisztika, és van ilyen nagyon izgalmas téma, bevezetés a politológiába, ez ugye választható társadalomtudományi tantárgyként, ez nekünk is kötelező volt. Ez nem is győri tankönyv, hanem valamelyik másik egyetemnek a jegyzete.
már nem emlékszem, hogy melyiké. Corvinusé. Corvinusnak ilyen alapszintű könyve. Corvinus adja ki. Na, tehát ilyen dolgok vannak, most egyelőre ennyi a, amit így hirtelen föl tudok ajánlani. Mondom, ezekből az egyetemi jegyzetekből van még alaptárgyak is, mérnöki alaptárgyak, tehát ilyen alapozó tárgyak, mint matek, mechanika, ilyenek is vannak. Van egy adag, amit még az egyik volt kollégám, volt iskolatársam bízott rám, hogy egy időben vaterázgattam, hogy adjam el, de aztán nem került rá sor. Azokat majd vele is beszélek, hogy hogy adom át, hogyha valaki jelentkezik rá, hogy azért valószínű valamilyen csereértéket akkor kérni fogunk. Ezekért meg majd meglátjuk, hogy hát azért ezek értékesek így ezek a könyvek, tehát nem biztos, hogy tök ingyen adom, attól függ, tehát hogyha mondjuk valaki olyan, akinek problémája van a tankönyvvásárlással, mert nem lehet kapni, vagy nem tudja megfizetni, akkor szívesen átadom ingyen, nyilván. Ha meg olyan, akkor meg kiegyezünk egy mérsékelt összegben. Na, a többi dolgot azt ajándékba adom. Ezt meg majd még meglátjuk, ezeket a könyveket. Úgyhogy, de minden esetre szabadolni akarok tőlük, tehát nem feltétlenül akarok pénzt kérni. Értük? Meglátjuk. Ez tényleg megegyezés, meg egyéb kérdés lesz. Jönnek, megy Győrbe, jó. Janeknek jó lesz a tankönyv. Ja, hogy te most mész Győrbe, tehát, hogy ott tanulsz, hát akkor beszélünk erről is. Oké. Akkor úgy néz ki, a tankönyveknek is lesz gazdájuk. Itt majd akkor megint vegyük fel a kapcsolatot privátban, és akkor beszéljünk róla, hogy konkrétan melyikkel, hogy milyen tantárgyaid vannak, vagy adjam oda egybe az összeset, de mondjuk van lesz olyan is, ami duplikálva van, tehát ott még mögöttem a szekrényben még vannak, mert ugye mondtam, hogy a kollega is átadta nekem annak idején, hogy adjam el, de aztán nem került rá sor, persze vissza nem kérte, de ott foglalja a helyet a szekrényben, tehát majd ezzel is foglalkozni kell. Igen, Bedwolf Attila, a logisztikáról is beszélek, hiszen közlekedésmérnöki mi erősen tanultuk a logisztikát is. Egy ilyen általános szakon fejeztem be a dolgot, és ott az volt a szaknak, vagy a szakiránynak a neve, hogy közlekedés, szervezés és logisztika. Korábban jártam vasúti szakirányra, azt elvégeztem, de nincs meg belőle a képesítésem, tehát az oklevelemben nincs benne a vasúti szakirány. Ez az általános, mert azon fejeztem be, ugye közben sok idő eltelt. Magyar vasutak írja, hogy van kb. 56-os menetiránytáblája. Hát az viszont érdekes lehet, tehát azt akár egy videóban is egyszer bemutatni, mint gyűjteményt. Ugye, ha nem akarod arccal vállalni, akkor úgy is lehet, hogy csak a gyűjteményt mutatjuk meg. De az érdekes lehet, bár arccal érdekesebb, tehát ilyesmi. És hát meg a másik az, hogy ezek azok a sima laminált, amik most vannak a vonatok oldalán, azok a sima laminált színes nyomtatóval kinyomtatott dolgok, vagy ezek ilyen régebbiek is, mert főleg a régebbiek azok még érdekesebbek volnának. Úgyhogy ilyesmi, tehát ilyen gyűjteményt bemutatni érdekes a videóban. Most nem csak a Magyar Vasutak Nick nevű kollégának mondom, hanem a többieknek is, hogyha ilyen ötletetek vagy ezetek gondolatotok van, hogy tudtok valakit, vagy ti nektek van olyan gyűjteményetek, amit úgy gondoljátok, hogy videóban érdemes lenne egy ilyen viszonylag szűk, de szakmailag érdeklődő közönségnek bemutatni, akkor jelezzétek, és előbb-utóbb összehozzuk ezt a dolgot. Hogy itt írja a C41 nevű néző, hogy lekapcsoltak a napokban egy ilyen volánmániás bagást, akik több millió forintnyi táblát és alkatrészt loptak el vasútról és volánbuszokról.
Polisz.hu YouTube-on fenn van, na ezt még lehet, hogy ma meg is nézem, ez érdekel. Azért igen, szóval ez egy olyan dolog, hogy a gyűjtésnek megvan a határa, tehát azért, tehát olyan áron gyűjteni, hogy ilyen komoly lopásokba belemenni, az nem tartom tisztességes dolognak, és erre nem biztatnék senkit. Megmondom őszintén, hogy én is, amikor gyűjtöttem, volt egy-két olyan tárgy, ami nem 100%-osan legális módon került a gyűjteménybe, amire egyébként nem is vagyok büszke. Tevőlegesen vagy hallgatólagosan részt vettem ilyen dolgokba, és ezt mondom, erre nem vagyok büszke, és nem biztatok rá senkit. Persze volt olyan, jártunk egy előadás sorozatra még fiatal koromban, aki egy idős bácsi nagyon értette a budapesti tömegközlekedésnek a történetét, mindig büszkén mondta, hogy ha annak idején ezt nem lopom el, akkor már ebből se lenne egy se. Tehát ez igen, ez így van, de azért, szóval nem tartom jónak, hogy így szerezzen az ember ilyen dolgot, és lám, ugye van is ilyen, hogy egyesek erősen túlzásokba tudnak esni. Nálunk is voltak olyan sztorik, hogy tőlem is loptok el relikviákat, meg közösen ilyen civil projektbe csinált kiállításra kaptunk dolgokat, és abból eltűntek dolgok, meg ismertem én is olyanokat, akik nagyba csinálták ezeket a illegális emléktárgy beszerzéseket, és akkor most finoman fogalmaztam, de ezekkel így én soha annyira nem értettem egyet, bár mondom, hogy azért volt, hogy bele-bele csúsztam a határaiban, de mondom, erre én sem vagyok büszke. Hát igen, nem használt iparvágányokról vannak sincsavarok, igen. Hát jó, ebben most így annyira nem akarok belemenni, hogy hol van a határ, meg ezt nagyon nehéz is meghúzni ezeket a határokat, hogy mi az, ami méltányolható, és mi az, ami nem. Ezt egyébként mindig szerintem utólag lehet megítélni, de például azért azt is el kell mondani, hogy most azért a történelem is teli van ilyen dolgokkal, hogy például régi elhagyott épületeket, akár várakat, vagy ilyeneket, ugye például a lakosság széthordott, és mit tudom, hogy egész falvak épültek fel ilyen idézőjelben lopott építőanyagból. Tehát ezek egyrészt újrahasznosítások, másrészt meg ezek. Tehát egy ilyen elhagyott dolognál nagyon nehéz a határt meghúzni, hogy mi az, ami egy méltányolható dolog, és mi az, ami már nettó lopás. Tehát ebbe azért mondom, hogy én nem is mennék bele. No. Hogy érdemes megnézni a polisz.hu-s videót, meg fogom, rá fogok keresni, ha vége. És hogy most valaki azt írja, hogy a MÁV ott tart, hogy a régebben csak úgy elvitt holmikat, el kell kezdeni visszahordani. Hát ez is, igen, ez is egy megoldás. Kérdés, hogy azokat a régen elhordott dolgokat most még tudja a MÁV használni, de hát nem tudom. Nem annyira értem ezt a dolgot. Igen, hogy használatban lévő szemafort nem viszünk haza a gyűjteménybe. Hát az már nem csak lopás bűncselekmény, ebben annak idején a vasútnál, vagyis hát vétség vagy bűncselekmény, vagy én nem tudom milyen kategória, mert annak is fokozatai vannak, hogy én vitába is kerültem annak idején az egyik főnökömmel a vasútnál, amikor rendszeresen loptak biztosítóberendezési kábeleket, és én nekem az volt az álláspontom, hogy ez bizony, mert ugye szabálysértési értékre követték el a lopási cselekményeket, és ugye hát a rendőrség is hajlott afelé, hogy szabálysértési feljelentés történjen, mert nyilván egy ilyen ügyet könnyebb lezárni, főleg ismeretlen tettes ellen, egy ismeretlen tettes esetén, nekem pedig az volt akkor is a véleményem, hogy ez a közlekedés biztonságot veszélyeztető bűncselekmény,
és én azon az állásponton voltam, hogy a feljelentéseket ilyen jogcímen érdemes megtenni, tehát ezt annak idején azért a vasútnál nem mindegyik főnök támogatta, meg a rendőrség sem nagyon támogatta, mert nyilván egy komolyabb bűncselekmény esetén komolyabbak a következményeket, nyilván a vasúti dolgozóknak, akik ezt észlelik, meg ezért bíróságra kell járniuk, a rendőröknek meg komoly nyomozást kell folytatni, míg egy szabálysértést, ha nincs meg az elkövető, akkor simán lezárnak azzal, hogy ismeretlen tettes. Tehát ez senkinek nem jó. Egyeket, akkor ha már itt tartunk, volt is egy ilyen sztori, szerintem el lehet mondani, már nem képes szolgálati titkot, mert régen volt. Én is úgy látom, mintha megakadt volna, de a telefonom meg azt jelzi, hogy megy a stream. Nem tudom, hogy mit csináljunk, újraindítsam-e. Putyin lenyomta, igen. Szolgálati titok nem derülhet ki. Hát, ez nagyon jó. Most a chat elindult. Nem tudom, hogy most hallotok-e. Túl sokat tudok, igen. Megy most? Most úgy tűnik, mintha menne. A VBO is nézi. Jelezzetek vissza, hogy megye most. Most hallotok. Jó, nagyon jó, elindult. Akkor folytatom. Szóval szolgálati titkot képezne, de mivel nem mondom el a helyszínt, akkor kerültem az állomásra, a rendőrjárőr bejött, hogy ezért én ugye kimentem, hogy bezárjam azt a helyiséget. Nem értettem, hogy miért van nyitva, nem is gondoltam. És amikor kimentem, persze a rendőrök elmentek, csak szóltak, azt elmentek. Hát a rendőrök se vették észre, hogy bizony az a helyiség, az ugye elfogó helyiség volt, és fel volt törve, tehát így a zár el volt ketté törve, tehát gondolom, hogy fogóval, vagy nem tudom mivel csinálják ezeket, és ugye nem lehetett belerakni a kulcsot, tehát nem lehetett visszazárni. És akkor jeleztem, hogy nyilván a bizberesek felé, meg mindenki felé, rendőrség, irányító, mindenhova, ahova kellett, bejelentettem, és egészen nem vették komolyan a dolgot, hát jó, kijöttek ugye aztán a bizberesek is, megnézték, hogy mi hiányzik, ugye a bizber működött, tehát működő alkatrészt, használatban lévő alkatrészt, beépített alkatrészt nem loptak el, de hát a bizberesek ott közölték, hogy ez meg ez, ami le volt ott a biztosító berendezési helyiségben, ilyen tartalék alkatrészként jelfogó egységek, meg ilyenek rakva, azok eltűntek. És hát jó, ott a rendőrség ott nézelődött, meg ott helyszínelgettek, meg ilyenek, és akkor azért kérdezték, hogy hát akkor mégis mennyi a kár. Hát mondom, én nem tudom, nem vagyok szakértője a biztosító berendezés. És mondtam, hogy hát akkor megkérdezem a kollégákat, és akkor mondom. És a kollégák mondták, hát elkezdték összeszámolni, hogy mit tudom én, milyen ütemadó, meg jelfogó egység, meg izé, az kijött 1,8 millió kár. Na akkor a rendőröknek így leesett az álluk, és egyből jött a BRFK, meg mindenki, tehát ott azért úgy kiszállt a rendőrség, hogy izé, mert eddig úgy tudtuk, hogy hát csak ide benéztek, egy színes fém tolvajok, elvittek egy-két kábelt, meg izé, úgyhogy ilyen nagy értékek. Ők is komolyan veszik. Abból aztán komoly ügy volt. Hát ott se lett meg a tettes tudtommal, legalábbis nem hallottam róla utólag. Egyszer behívtak így tanúskodni, jegyzőkönyvbe be kellett mennem a rendőrkapitányságra. Ilyen ugye a vasútnál többször előfordult, akár baleset esetén is lehet, meg ilyen vagyonelleni cselekmények esetén is ugye a vasútosoknak sokszor elő kell fordulniuk ilyen helyen, tanúként leginkább, és hát ez volt, hát történnek ilyen dolgok. Tehát viszont az ilyen, mit tudom én, ellopnak egy-egy kábelt, azt nem veszik olyan komolyan, mert nem olyan komoly bűncselekmény, és hát, vagy akár nem is bűncselekmény, ha úgy vesszük. De hát ez mindig egy örök probléma, hogy ugye sok cselekményre azért nem derül fény, mert azért nem derül fény, mert hogy nem akarnak problémát maguknak, akik esetleg felderítették, vagy észlelték, vagy ezért. Tehát
Pedig ugye tudjuk, hogy ilyen például biztosító berendezés alkatrész eltulajdonításából komoly halálos baleset is történt már a magyar vasúthálózaton, tehát például a pörbői baleset akkumulátorlopásból következett be, ahol 18 gyermek vesztette életét, ami nem egy 93-ban, ami nem egy apróság, tehát azért mondom, hogy ezt azért lehetne kicsit komolyabban venni ezeket a dolgokat. Hát ugye amíg nincs meg a baj, addig nem mindenki veszi ezeket komolyan. Tehát valaki azt mondja, hogy az ütemadó az egy új adófajta. Nem, az ütemadó az a... nem akarok belebonyolódni, mert nem akarok olyanról beszélni, amihez nem értek. Valamilyen bizberes alkatrész, azt hiszem a sínáramkörökhöz, hogy valamihez ezeket a megfelelő frekvenciájú áramköröket állítja elő, vagy, de nem vagyok benne biztos. Lehet, hogy hülyeséget beszélek. Itt György azt írja, hogy egyszer megtalálta egy helyszínen a tolvaj személyét, odaadta a rendőröknek, és még őt akarták elővenni, meg felelősségre vonni, hogy hogy került hozzá. Hát igen, igen, ez a másik, hogy a hivatali bürokrácia, meg az állampolgárokkal szembeni bizalmatlanság, hogy néha elég furcsa dolgokba tud az ember belekeveredni, és ezért a magánemberek is sokszor úgy vannak vele, hogy jobb, ha az ilyenekről nem is vesznek tudomást. Tehát, hogyha olyan rendőrhöz kerül a dolog, akkor még tényleg itt a sör, itt Janek kérdez, hogy hol a sör, itt a sör, tehát még az ember megütheti a bokáját olyan miatt, amivel jó szándékúan belekeveredett, meg segíteni akar. Tehát sok ilyen sztorit is hallani, és ez egyébként sajnálatos, hogy így működik. Hát szerencsére már nem ott tartunk így a rendőrséggel kapcsolatban, mint ami a rendszerváltás környékén volt, mert akkor állítólag nagyon rossz állapotban volt az a szervezet, de biztos mindenkinek vannak, hát akár jó, akár rossz élményei ezzel a testülettel kapcsolatban. Hát én most nem akarok véleményt nyilvánítani. Nekem is vegyesek a tapasztalataim, tehát nyilván kivel áll szembe az ember, ez attól függ. Tehát az adott személytől. Na, nehogy kiszáradjak, ezért iszom. Most nálam megint megakadt a live, már a streamelés úgy mutatja, hogy megy, de a gépen nem látom. Viszont ha most itt visszajöttök és reagáltok, akkor még megkérdezlek titeket, de ugye több mint 2 óra eltelt, ezért én azt hiszem, hogy lassan befogva is 9:30 van. Igen, azt írjátok, hogy megint megakadt. És próbálok valamit csinálni, nem, mégse állítom le. Nem tudom, hogy mitől függ ez a megakadás. Bedwolf Attila azt mondja, hogy nálam egy. Úgyhogy most már igazából csak annyit szeretnék, hogy 2 téma megint nem került szóba, de hát nagyon hosszú lett így is a live, úgyhogy én úgy gondolom, hogy lassan már búcsúznék, remélem elengedtek aludni, úgyhogy a bulvár témára nem került sor, bár az, arra kíváncsi lennék, ha nem itt, akkor majd ott az alatt a videó alatt komment a kazak tévéhíradós és meg a sztáros videóról mi a véleményetek. Úgyhogy ez érdekelne. Aztán a YouTube felhasználói élményről meg akkor majd legközelebb beszélgetünk. Janek azt írja, hogy ő tudja, hogy milyen volt akkor és mi van most. Milyen antenna van rossz helyen? Ezt nem értem. Most ez ugye, mivel telefonról megy, ez Wi-Fi-n keresztül megy, ugyanis ebbe ugye nem tudom az adatkábelt beledugni. Pont próbáltam, de ott meg maga a gépnek a gyengesége miatt nem ment jól a stream. Nem tudom, hogy milyen antenna van rossz helyen. Elég közel van, tehát itt a mögöttem ott a tévé.
és a tévé mellett van a router, tehát viszonylag egy másfél méter, talán max. Kettőre van a router, tehát most nem tudom, hogy milyen antennára gondolsz, Janek. No, hát, de ha így az akadozás is beindul, akkor én azt mondom, hogy elköszönök. Ha minden jól megy, akkor most nem terveztem el, hogy melyik nap, megpróbálok jövő héten is nektek live-ot csinálni, és akkor találkozhatunk. Hát az elképzelésem az, hogy heti egy live lesz, és meglátjuk. A heti kettőt biztos, hogy nem vállalom be, lehet, hogy elő fog fordulni, hogy ebben eltérések lesznek, hogy lesz olyan hét, amikor kettő, meg lesz olyan hét, amikor nem lesz, de nagyjából ez a heti egy live az, amit én így most ránézésre vállalni tudok, és hát folytatjuk, ki fogom írni. Ma nagyon későn írtam ki, de ugye már múltkor mondtam, hogy csütörtök lesz várhatóan a live, és ez is lett, elég későn írtam ki, legközelebb azért megpróbálom hamarabb átgondolni és a pontos időt meghirdetni. No, látom, ti is elfáradtatok, úgyhogy jó éjszakát kívánok, aki velem tartott sörözésbe, vagy bármilyen más fogyasztás van annak egészségére, mert ugye nem muszáj sörözni és üdítőzni is lehet velem, főleg a fiatalkorúaknak, kiskorúaknak. Cumból egészségünkre, és akkor jó éjszakát. Köszönöm még egyszer, hogy velem tartottatok. Sziasztok! Csüssz! Na, és még azt kéne megtudni, hogy hogy kell ezt leállítani. Arra nem emlékszem. Nem, némítani nem akarok. Ez mi? Nem tudom, hogy x-eljem ki.